Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Komolyan mondom, kikérem magamnak ezt az időjárás, gyerekek. 6 óra múlt 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ez gyerekek, hát ez nonsens. Hát sziasztok, jó reggelt. Hello, hát bello. Hát most komolyan mondom, leesik a hó, gyönyörű minden, nem? De tényleg a gyereket mind végre vinnéd szánkózni, egy kicsit örülsz neki, hogy mit tudom én, végre van valami, nem? És na, szétvert mindent az erre, eső. Erre jön, és ugyanaz gyakorlatilag a két fok eltéréssel ez gyönyörű havazás lenne. Most meg ez a havas eső, ez a dzsuva, ez a, hogyha még van ez a lista, amire múltkor felküldtél a legértelmetlenebb csapadék gyanánt, a mit is, a, azt mondja, hogy a, igen, az vonos esőt, hát arra küldjük fel a havas esőt is. Hát tényleg, hát, és jön az eső, és szétveri ezt a szép havat, most már kezd olvadni, ugye, az eső miatt, meg ilyen plusz két fok van. Teljes gáz. Mi van? Most ez ebben most direkt van, igen, kell beszélnem, hogy ez na most itt az történik, hogy a Balázs mikrofonja az jobbra-balra mozog, és te felső testen követed. Mert az ülő munka közben kell valami kis mozgás, tudod? Vagy végre itt van a Gyula az asztal alatt, és megpróbálja eltávolítani azt a mikrofont, amit én kértem tőled, de egy másik Gyula, gyere ki az asztal alól, nem azt kell. A mikrofonját, és úgy énekel. Gyerekek, eddig ez nem mozgott így, aha, nem? Nem volt ilyen, igen. Zsülléci tartsd neki a megszólalások alatt, jó? Köszi. Tegyél bele egy papír fecnit oda a tüvibe. Vagy hozzál pillantragasztó. Vagy valami, vagy egy százas szeget. Hát ez nonsens, gyerekek, hogy itt milyen állapotok vannak. Vannak olyan munkahelyek, ahol például bevezették azt, hogy ilyen marha nagy gumilabdán kell ülni. Mert igen, ott ugye állandóan egyensúlyozol a derekaddal, és az nagyon jót tesz. Uh-huh. Na most neked ezt egy újításként bevezettük, te vagy az mikrofon első. Kicsit később majd lesz nekünk is, ha nálad beválik. Hát ezt ne vegyétek át, ez nem jó. Ez 22. századi technológia, te vagy az első, aki használhatod. De mi lehet a magyarázat? Tehát mitől megy jobbra-balra? Nem is érted igazából, nem tudom. Hát itt ránk férne egy stúdió felújítás. Itt valaki van még rajta. Itt valaki az asztal alatt, nézd meg, mozog a mikrofonom, aha, hát jobbra-balra. Na mindegy, szóval mindenki vigyázzon, gyerekek, mert nagyon kemény az idő, tényleg kiszámíthatatlan ilyen jégbordák, meg egyszer csak jég, aztán eső, aztán tócsa, utána megint csúszik, szóval, hogy ilyen... Hát néhány óra múlva ez az egész egy hatalmas latyak lesz, hát, nem lesz se jégborda, se hó, semmi, talán csak a magasabban fekvő helyeken, egyébként mindenhol ebből víz lesz, latyak lesz, teljes gáz. Pedig olyan szép volt egyébként még tegnap este, hogy esett nagy pelyhekben a hó, erre azonnal tönkre is vágja az ideje, és miért nem kapunk? 3 napot hagyja meg, nem? Csúszkál. Tegnap este aztán fél 11-kor is kedvenc téli sportomnak, a hólapátolásnak adóztam. Azt nem a kedvenc téli sportodnak, a hokinak adóztam este fél 11-kor. Nem, hát ez tavaszi nyári ősz. Hát gyerekek, hát az szezonmentes, igen. Szóval, hát nem tudom, olyan gyönyörű volt minden. Én egyébként tegnap, megmondom őszintén, egy picit azért számítottam erre a dologra, és ha hiszitek, hanem olyan, hát itt fél 12 magasságában, amikor végre elindultam lefeküdni, hát nem tudtam ellenállni, és fotókat készítettem a havas, behavazott lőrincről, meg a, hogy hívják, a téli tájról ott a környékünkön, mert picit számítottam rá, hogy ma már ebből nem lesz semmi. De és annyira gyönyörű volt. Mentél, nem, az ablakból, meg a, ja, meg a, hogy hívják, a bejárati ajtóból. Tehát, hogy így nem hogy gyorsan, összecsomagoltam egy kis elemózsiát, hátra vettem. Azt mondtad, hogy lőrinc. A vándorbotomat. Fotókat gondoltam, akkor körbe mentél lőrincen. Szürke környezetem is lőrincem. És szépek lettek? Szépek. Miután beállítottam a megfelelő paramétereket, mert elinte nem sikerült semmi, de utána mondom, csináltam egy ilyen 6-8 képet, hogy ilyen is legyen. Nem? Fél 12-kor ezen járjon az agyat, hogy megörökíted a havas lőrincet, igazi lokálpatrióta. De neked eszedbe jutna a én kis... csináltam én is képeket, de én még úgy csináltam képeket, hogy tegnap délelőtt, hogy bebizonyítsam nektek, hogy mekkora hó van nálunk. Aztán leszakadt a hó, és akkor már nem mutatom meg. Ez még úgy, ezek a képek még akkor történtek, amikor nem volt hóesés, és ezt akartam meg, hogy nálunk ilyen hó van. Aztán, de ez még délelőtt volt, amikor semmi nincs, meg akartam nektek mondani, hogy nézzétek meg, hogy ilyen hó van nálunk. Menő. Arra felé. Aztán jött a hó, és gondoltam, akkor már nem mutatom meg, mert igen, most mindenhol ilyen nagy hó van. Na, csak ez még délelőtt készült. Megint mutogathatod, mert akkor már megint nem lesz belőle egy gram se. Most nálunk is eső van, úgyhogy nem tudom, mi marad ebből. Hát figyeljetek, most szóval vasárnapra megint mínuszokat mondanak estére, mínusz 3, mínusz 4, aztán mínusz 6 fok, tehát éppenséggel még lehet. Uh-huh. Csak az a baj, hogy ez a változatosságot azért kihagynák, nem? Igen. Mi van, Lacival? Hát, van egy ilyen nevű kollégánk. Nem ő van ma? De tegnap sem találkoztunk vele, nem tudjuk. Már tegnap nem ő volt, azt tudom, de hát hogy gondoltuk, hogy neked referál. Nem,
Nem, de hát nem ő van ilyenkor. De, és tegnap is vártuk 10-re, mert ugye úgy szokott jönni, hogy ha ő van, akkor előtte volt valóna, de nem volt. Egy darab, Laci, nem volt. Te szóltál neki, hogy te nem leszel, nem? Nem. Akkor meghalott a adásban, hogy te elmész az orvoshoz, és ezért nem jött. És aggódni kezdett. És eljött a kórház felé a narancssal, a befőttekkel és a virágcsokorral. A siól évem. Már ír, hogy itt van egyébként. Na jó, van. Megvan akkor. Na mi volt az orvos? Na, minden oké. Ütelek végre. Minden, ne, kezded azt, hogy nincsen semmi, nem talál semmit. Megnézte a CT-t, nincs polip, semmi. Jó helyen nézte? Tök jó. A merő közelített. Ánuszon keresztül nézte, hogy az arcüveget semmi baj ne legyen. Ez egy nagyon ritka műtét. Multioptipupiloktómia ez a neve. Ez egy szemműtét, amit lentről keresztül csinálnak. Nem, azt mondta, hogy nincsen nagyon semmi, tehát, hogy nem kell nagyon kezelni, nincs semmi elváltozás, se már hevet, nincs se értelme, vagy nincs semmi gond. Semmi gond, azt mondta, hogy már mindegy. Már mindegy, mondta, hogy igen, már hagyjuk a fenébe. Nem, nincsen semmi, úgyhogy azt mondta, nem ért föl orrcsepert, nem ért föl antibiotikumot, nem semmi baj. Aha. Azt mondta, hogy van egy kis nátha, de hogy ez így mindenkiben van, de semmi koros elváltozás. Csentekor. Megmutattam neki a kis CT-met, mondta, hogy ez tök jó, mert úgyis erre elküldött volna. Uh-huh. Doktor úr, egy profi van, itt van, hát doktor, hoztam. Mire kíváncsi? Itt van minden. Minden leletet elétettem. Én nagyon szimpatikus voltam, minden, jó volt. Beteg olyan lenne, mint maga Sevestyén úr. Idehoz egy ilyen CT-t, el se kell küldem, semmi baj nincs, nem kell kezelni, nem találkozunk újra. Istenem, igen. De jó lett. Baráti alapon megvizsgált, nem is fogadott el pénzt. Oh. Nagyon kedves volt, azt mondta, hogy a lányát én ismerem, mert az RTL-be dolgozik. Igen, te azt mondtad, hogy igen. Persze, emlékszem, az a kedves aranyos barna, nem szőke? Így van. De mondta, hogy a VV-ben dolgozik, és mondtam, hogy én ott nem vagyok most, úgyhogy nem tudom, hogy ki a stáb, csak a vezető szerkesztőket, meg a főszerkesztőt ismerem, meg stb. De mondta, hogy ott dolgozik, és nagyon kedvel, és kérdeztem a végén, mennyivel tartozom, és mondta, hogy ez egy baráti vizit volt. Majd átölelt és megcsókolt. Ez nem volt, úgyhogy a gyerekek minden oké. Okay. Azt hittem, hogy legalább egy kis gyógyszert kapok, vagy valami kis orrcseppet. Semmi, azt mondja, tök egészséges vagyok. Na de akkor most azok a problémák, amik eddig voltak, azokkal most mi lesz? Majd elmúlnak? Hát az igen. Hát ez a kis izé. Tengeri víz, meg mit tudom én, ez azt tudom. Ja, és te már tudod meg ilyen nézni. Nyomsz egy kicsit, néha van kedved. Mondta, hogy orrcsepp, ezért lehet, csak nagyon rászokik az ember, azt mondta, és a nyálkahártya egy idő után nem tud lejönni róla. Úgyhogy erőltettem, biztos nem. Ugye, hogy vár valami megoldást az ember, mert azért mész az orvoshoz, mert van valami bajod. Viszont. Oda mentél, akkor adjon valamit, ami meggyógyít. Jó. És ha így enged el, akkor semmi orszívó, porszívó. Hát az nem, hát az nem. Azt azért olyan 8 hónaposan kinövi az ember. Aha. Így lassan 40 felé már azért így. Mit csak az ízekedvéért. Hát persze, egy kicsit. Igen, úgyhogy nem, gyerekek semmi. Hát akkor semmi probléma. Ne, 11-re oda mentem, és fél 11 komá. El is jöttem, egy 12. kerületi rendelőbe voltam fönt, nagyon szép helyem. Csak szép az házban. Az egyetlen probléma, hogy a doktorunak a lánya nem a VV-ben szeretne dolgozni, hanem a Fókusznál, és ezt egyelőre intézni kell. Igen, ennyi, hogy ezt kicsit el kell intézni. Nem kérek most semmit, de a lány nagyon érdeklik a magazin műsor. Ja, úgyhogy gyerekek, egyelőre minden oké. Okay. Semmi komoly. Már hogy kicsit úgy éreztem, hogy olyan beteg vagyok, és ez jó volt, tudod, mert akkor kapsz egy kis figyelmet, egy kis sajnálatot otthon, még nem, semmi. Semmi? Semmi, nem vagy beteg, nem. Na, akkor jó, akkor. De mi nem hazudtál? Akkor porsiból a gyerekek, tápszer, stb. Patika, ide, oda, jó, megyek, oké. Nem vagyok beteg. Nem lehetünk sokáig együtt. Igen. Na, mit mond az orvos? Gyerek, halszik. Semmi, egészséges vagyok. Jó, akkor itt a lista, menj Patikával, szerezd meg, hozd el, írd föl, pet, cserépelen, kárt, etesd meg, bifisztes. De mondom, egy kicsit beteg, nem vagy beteg, mondta a doktor, csinál. De hogy úgy, mondta, hogy van az a kis nátha, ami mindenkinek, az mindenkinek van. Igen, mondtam, hogy nincs semmi bajod, nem kell szimulálni. Úgyhogy hazamentem, és beálltam a sorba, és estig feladatot megoldottam, úgyhogy visszaköltöztem a saját életembe. Kicsit elhatároztam, hogy bemegyek egy kórházba, megműtenek valami arcüreg műtét egy napot, tudod. Hoznak parizert. Hoznak teát műanyag pohárba, meglátogat a rokonság, kapok utasellátós baracklevet, meg csokit. Hát semmi. Nem lehet húzni, nincs itt semmi probléma, tessék hazamenni, etetni. Pedig ez milyen jó menekülés volt volna, dolgozni. Nem? Nem, elmenekülünk, alibizni, bemegyünk kórházba, műtünk, kamuműtét, kamuörsövény, meg semmi. Úgyhogy visszamentem szolgálni. Nem lehetett volna kérni valami alibi műtétet? Igen, nem. Mondtam neki. Van két egészséges veséd. Nézem már, nem lehet gondolni. Lúdta a pas, kicsit fáj gerincem, tenisztél a könyököm, mert azért úgy nézem már. Hogy minden oké. Okay. Csak semmi. Mondta, nyugodtan menjek haza. Költözek vissza a saját életemben. Én már úgy mentem, hogy már becsomagoltam, kórházi szett, tudod, papucs, három köntös. Három nap legalább. Már minden, oda költöztem. Mondta, hogy ez nem kórházi, ez magára. Mondom, nem baj, doktor. De ha így előre hajolok, akkor itt fáj az arcom, igen, mert ez az asztalnak a sarka. Igen. Ja, lehetne, vagy...
És az aranyelem, úgy érzem a prostatám se régi. Megnézni, ez egy arcüreg orvos. Nem baj, doktor, valamire utaljon be, hogy egy két. És elalszom itt a kanapén, csak ne kelljen menni. Az aranyelem, doktor, húzza ki, húzza fel. Gyerekek, másfél hónap nem alvás után egy 8 ágyas korterem is jó, úgyhogy én mondtam, hogy én nem kérek extra ellátást. Ne horkoljon nagyon ott a mammer mellettem. Én el vagyok ott. Rutinból tisztába is tennél bárkit. Most kénytelen leszek eltörni a saját kezem. Nagyon jó ötlet. De legyünk ott. Nyíltörést csinálni, mert azzal bevisznek a kórház, és legalább egy napig bent tartanak, és akkor tudok egyet aludni. Nagyon jó. Ez nagyon jó ötlet. Valamit kell csinálnom. Jó, lesz majd akkor róla felvétel, kisebb formátumban is, hogy mindenki megnézhesse, injeceknek 1082p-ben is. Sebestyén Balázs eltöri a karját. Direkt. Direkt. Direkt egy nyíltörést okoz magának, hogy kórházba tudjon menni aludni egy... Aludni egy napot. Akkor most visszahelyezzük a csontokat, ugye nem fáj? Igen. Balázs egy kicsit érzékeny, ez... Úgyhogy gyerekek, hát ez van. Már az ember, ha beteg akar se lenni, se tud beteg lenni. Komolyan mondom. Hogy... Én annyira szurkoltam pedig, hogy bejössz szaftos pletykák értek, hogy melyik kórház lesz, hova kell majd bevennem, mit csinál, polip, műtenek, arcüreg, műtenek, vágnak, belilul a szemem, egy hétig nem kell jönnöm, alszom. Nem találják a vénát, stb. Igen, branül tesznek velem. Túlaltatnak, izgulnak értem, újjaélesztenek, az egész kórház értem aggódik sem. Újabb kivel, hogy nem is te vagy. Fejjel, arra fekszel. Igen. A műtőben valami nagyon helyes kislány, ezt az anesteziológus, tudod, még utolsó pillantásá elaltad. Aztán... Emlékszel, Balázs, a szlovák gimnáziumból? Na, jaj, te... Emlékszel az épluszos videóiról? Én vagyok az a lány Gyuláról, most pedig aludj. Igen. És nézd, ez egy normál adag, ezt szoktuk beadni egy felnőtt férfinak a te korodban. Ez pedig az, amit te kapsz a rohadék. Igen, ezzel a tűvel elefántokat oltanak, és most jó éjszaka. Hát igen, nem fog felébreszteni a királyfi csókja, mint Csipke Rózsikát. Pedig fognak egy pára csókolgatni, és fotók is lesznek. A gyulai barátnőim is, akiket szintén bántottál, ők is ebben a kórházban tolasztak. Nézd csak, ő valójában nem is csaj, hanem fiú. Igen, és egy rock and roll-ból beszólok neki valamit, és utána vége. Úgyhogy gyerekek, semmi. Semmi probléma velem. Úgyhogy ma megyek Luttalpat nézni. Hát az nem műtik. Elküldenek egy STK-ba Luttalpat felé. Nézzék, stabil vagyok, jobbra-balra dülöngélek. Piring-pid dülöngélek, mint egy pingvin, látják? Írjanak fel valamit, tartsanak bent a kórházban. Úgyhogy gyerekek, semmi baj. Mi újság veletek? Tulajdonképpen azért örülünk. Na. Persze, tulajdonképpen örülünk, úgyhogy visszatettem a kis kórházi tucomat a hátizsákba, hátizsákot a csomagtartóba, jó lesz az még aztán. Hát, most tovább nyomozok. Mit találhatok magamon, ami miatt kórházba kell mennem? A Luttalp jó van. Azért jó van, nem? Az nyilván jól műtik. Hangzik. Vágják föl a Luttalpat. Na hát ez van. Mi náluk nagy boldogság volt, mert tegnap a boldog búrából újra boldog bukszer lett, mert hogy elvittük a kutyát, aztán lekerült róla megint a kis gallér, sajnos megint meg kellett műteni a szemét, ez 3 héten keresztül megint radarozta a környéket, és hát ez mondjuk egy szűkebb előszobában azért elég nagy problémákat szokott okozni, de hál' Istennek tegnap lekerült, és megint átment Jumurdzsából Denetrába a kutyánk, úgyhogy nagy az öröm, nagy a boldogság ilyenkor, mint a kicserélték volna, úgy viselkedik, mint hogy a újjászületett. Szegény nekik azért ezt nehezen lehet érteni, miért van rajtuk az a töltsér, nem? Szörny. Tehát még az ember érti, de tudod, a kutya az aztán végképp nem érti. Megkapja a töltsért, és így néz, és így áll. És így azt hiszi, hogy ez valami rossz tréfa, és el fog múlni. És hát el fog múlni, igen, csak 3 hét múlva. Van egy csomó előnye annak a töltsének, például nem kell itatót állat kitenni, mert azt ugye szétlenből lehet etetni. Hanem így, igen, így föl, beleöntöd a töltsér. Dani, ül! És igen, 3 méterről beledobok bármit, és nincsen olyan, hogy mellé esik, vagy ilyenek, mert a búrával össze tudja szedni. Igen, minden falatot elkapja. Igen, mindent. Viszont a hallása még kifinomultabbá válik, azért jó, mert gyakorlatilag egy neszezés az utcán, és hát tudod, már ugat. Mert ugye ez a búra, ez úgy működik, igen, mint egy ilyen, nem tudom, micsoda. Tehát a bátorsága megmarad ilyenkor? És persze. Tehát minden nem, ugyanaz, még bátrabb lesz. Még bátrabb lesz. Mert érzi, hogy valami átalakult, egy ilyen hálkány, ilyen szörnyi. És olyat nem szoktál csinálni, amikor rajta van ez a töltsér, hogy oldalról odalopak? Hogy az van-e? Az a baj, hogy egyébként, igen. Nekem is ez jutott, hogy egyből eszembe. Állandóan szórakozunk vele ilyenkor. De hát kell is, mert amúgy is egy ilyen megzuhanásra hajlamos kutyatípus, kutyafajta, tehát hogy azért elég depresszív tud lenni, hogyha nem foglalkoznak vele eleget. Hát és most foglalkoztunk vele eleget, aminek következtében 2 kilót megugrott a súlya is.
beteg a kis kutya. Hát egy kis falat jutalom. Itt van, jaj, egy kis keksecskét, jaj, egy kis falatocskát, jaj, de beteg, de majd meggyógyul. Azt 2 kilót hízott. Mindenki dédelget. Mindenki dédelget, mindenki. Mindenki ajnál hozza. Szegény kis cuki, de most már jobban van. Akkor most lehet kényeztetni. Ja, lehet. Nem, most lehet fogyasztani. Lehet futkározni vele. Gyerekek, megvan az évezred biznisze. Na. Már annyi bizniszt csináltunk, és most eszembe jutott egy újabb, ugyanis kijött egy kimutatás, van ez a videócsatorna, ami, hogyha egy bizonyos nézettséget elérsz, akkor fizetnek érte. Igen. Van egy nő, nem tudjuk, hogy hogy néz ki, ugyanis egy dolgot látunk belőle, a kimanikűrözött kezét mindig. A következőt csinálja, van egy saját csatornája már, így szól a dolog. Aranyos hangon kommentálja azt, hogy ő különböző játékokat rak össze, de ő egy felnőtt nő, ezt lehet tudni belőle. Példának okáé van egy olyan játék, amikor veszel ilyen királynőket, hercegnőket, meg egy gyurma készletet, és ebből a gyurmából föl lehet öltöztetni. És van egy 10 perces videó, az a csúcsa neki, azzal kereste a legtöbbet, amikor annyit látsz, hogy egy ilyen monitornyi felületen van ez az 5 baba, az ő keze belóg, és aranyosan fölöltözteti a kis babákat, és kommentálja a dolgot. Mondom nektek, a tavalyi évben ez a 2 kéz, mert még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy ki a csaj, nem is látta senki soha, 1,5 milliárd forintot keresett. Az igen. 1,5 milliárdot ezzel. A YouTube utalt neki? Ugyan, igen. Ugyanis az emberek ezt megnézik. Ne. Megnézik, hogy 2 kéz, meg egy hang, ami kommentál, játszik gyerekjátékokkal. Ez egy felnőtt nő, ezt tudjuk róla, nem tudja senki, hogy hívják is. Milyen nyelven, angolul? Angolul, angolul nyomja, 1,5 milliárd forintnyi, gondolom eurót, vagy nem tudom, mibe utal a YouTube, ezt, vagy Dalert, 1,5 milliárd forint. De milyen megtekintése, milyen megtekintése van ennek? Sok-sok millió számos, tehát, hogy több ilyen videót csinál. És meséket játszik el? Nem. Mese szereplőkkel? Nem, vagy? A játékokat játsza el. Tehát ez például egy ilyen kézműves játék, csak izére Disneyre faragva, hogy van 4 darab ilyen hercegnőd, az egyik vörös, másik szőke, akármi. Van egy ruha rajtuk, azt lekapod, és ilyen gyurmából tudsz rájuk csinálni ugyanolyan ruhát. És ezt ő bemutatja, ilyen primitív ötlet, hogy bemutatja, hogy hogy csinálja ezeket a ruhákat. De ha bármilyen más játékba beleakad, akkor azt mutatja be. És mindig cukin ki van ezért manikűrözve, ilyen színes pöttyökkel ellátott körmei vannak, az mindig más, és mindig elmondja azt, hogy, hogy mi a játék és maga. 100 millió. 1,5 milliárd forint. Ja, más devizem mondta. Ja, jöröktes. Igen. Én már csak euróba, dollárba és fontba gondolkodok. És tehát kemény. A szörnyű, hogy ezt nézik az emberek. Tehát vannak olyan emberek, akik fölmennek, megkeresik az ő csatornáját, és megnézik, hogy mi az új játék a játékos lánynak. Ezeket nem érti az ember. De én nem akarom érteni, én meg akarom csinálni. Ja, jó, csináld a nőt. Nem. Amit fog elszólni a békát. Azt nem tudom, mert még nem tudunk róla semmit. Hát tudja, hogy néz ki az én, igen, hát könnyen műgereteket ne tegyél. Igen, egyáltalán keze befutó, van, az már jó hír. Egyáltalán befutó lehet-e, nem tudjuk még, de hogy én meg akarom csinálni ezt a csatornát, tehát találjunk ki valamit, hogy lábbal bábozunk a keverőt. Hát valami nem kell. Nem tudom, de gyerekek, 1,5 milliárd. Jó, sok lovét lehet ezekkel keresni, vannak ilyen történetek. De ez sok száz, sok százmilliós milliós megtekintés kell. Tehát, hogy azért sokat lehet keresni, de azért egy videóval elérni 400-500 milliós megtekintést, az meleg azért. Tehát az valami jött kell. A nemzetközi piacra nem mindig, nem mindig. Hát ott van ez a zsimbes kifejezésű cica. Biztos ismeritek, ami mindig ilyen mogorva az arckifejezésre lehet látni fönt a neten. Azzal konkrétan 100 millió dollárt keresett. Egyébként dollárt. A kedves gazdája, és hát ugye azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ezt a zsémbes arckifejezést a kis cica az úgynevezett törpenövésnek köszönheti, ő nem túl vidám ettől. Viszont a gazdi elég vidám, mert hogy mindenki veszi, mint a cukrot, bármilyen reklámot csinálnak a macskával, zabálják, hát elsősorban ugye nyilván a gyerekek, bármilyen kép, bármilyen letöltés, bármilyen, hogy hívják, ajándék, tehát mindent el lehet adni vele. Csak amikor látod élőben egy olyan felvételen a cicát, amin mozog is, hát mozogni nem annyira tud. Nincsen annyira jó kedve. Na jó, de ő egyébként rajta. Is megszületett volna ez a macska, nem? Vagy ez, igen, ő. De hogy ez a fajta betegség, ami ez a növekedési betegség, ami neki van, ez egyáltalán nem vicces, de azért 100 millió dollárt hozott a gazdának. Mert hogy zsémbes az arckifejezés a macskának. Hogy... Nem. Igen, érek több, hogy ezt álltuk, hogy a gyerekek szájtátva nézik. Na, ezt a bábozást. Hát meg a Rákóczi Ferenc is. Én megnéztem ezt, mert kíváncsi voltam, hogy milyen. Who the fuck is nő neve, vagy mit kell keresni?
ki ő? Mit tudom én, hogy hogy van beírva. Dagi nő, nem láthatatlanul. Dagi, nem Dagi, igen, nem, ezt nem tudjuk, hogy Dagi. Ronda vagyok, ezért újra bábozom? Vagy mi a... mi a neve, hogy hívják? Nem valami játék csatorna, valami ilyesmit kell keresni. Mire kell rá kattintani, hogy ne legyen belőle félreértés? Ügyes kezek, ügyes játék. Játék csatorna? Igen, valami ilyesmi neve van ennek. De mi ez a Toy Channel? Lehet. Majd a hírek alatt megkeresem neked. Epic Toy. Valamit ki kell találni. De az a lényeg, hogy valami megdöbbentőt, vagy valami olyat, ami eddig még nem volt, kitalálunk. Fellöki, van angol nyelvű emberünk, angolul alábeszél el, mi majd mondjuk, hogy yes, no. Igen. Te mit tudsz még? Hát csomó csúnya szó. Azt nem tesszük bele. Fellökjük a világhálóra, és megvagyunk. Please come. Nice, very nice. A Pierre Burnett-tel tudunk egy csomó minden. Igen, van sok. Van sok, igen. Csak korán van. Jaj, gyerekek, na mi van a teniszen? Mondtam, hogy Andy Murray megveri a Berdichet. Tettél a Murray-re? Nem, sajnos. Igen. Bocs. Akkor most nyertél? Töhögni a felét Balinak, Kubát. Megállapodtatok benne? Ja nem, csak akkor mondom, nem hogy azért kell, eddig a 10 tippemből egyszer tévedtem. És tegnap csak megmondta. Arra tett. Igen, csak arra többet tett. És tegnap mondtam, hogy Andy Murray behúzza a Berdichet. Jó, igen? Hát mondta, megmondta. Hát azzal nem vagy bejjebb, amit én megértem, de nagyon szívesen. Hány százalékot akarsz? 10-et. Na, Gyoko Wawrinka, az már melegebb pita. Aha. Illetve gyerekek. És hogy megváltoztak. Igen. Martina Hingis nagyon jó. Ugye Martina Hingis visszatért, és vegyes párosban egyébként úgy néz ki, hogy egy rendszlem döntött. Nagyon játszik, azért nem gyenge. Azt hiszem talán egy indiai fószer oldalán, nem tudom, ki az a fasz. Hát ő minden idők a legjobb svájci teniszező nője. Én nagyon csíptem annak idején. Igen, visszatért. Hány éves ő, hogy így annak idején ezünk? Ő egy régi nem, visszavonult egy pár éve, és most újra visszajött, és gyerekek, Grand Slam döntőt játszik, azért az is nagyon nagy szó. Gyenge. Illetve ma 9:30-kor Wawrinka Djokovic. Hát Wawrinkát akkor tartod? Lesz. Én tartom, persze, tehát erre fogadtunk, nem? Nem fogadtunk tegnap valamire? Egy tegnapi... Tegnap már ti fogadtatok, tegnapi tényleg. Tegnapi fogadtunk, kinek van pénze? Igen. Na, és hát csak mondom, hogy a Feri tett a Wawrinkára, te meg a Djokovic. De ez akkor ma játszol. Nem, én nem teszem a Djokovic. Dehogy? Nem. Figyelj, de volt fogadás, a 100%. Én tudom, mi volt. Na mi volt? Djokovic Wawrinka. És azt viszont hitted, a Feri hogy ma játszák. Igen. És mondtam, hogy nem baj, fogadjunk, de holnap játszák, vagyis ma. Igen? Igen. Tehát, erre fogadtunk. Jó. Igen. Én a Djokóra, te a Wawrinkára. És ma fogadhatunk a döntőre is. Mert hogy... Ez még nem a döntő? Nem, ez most egy elődöntő. A Murray már benn van. De bonyolult ez az egész szar. Igaz. Hagyjatok már békén. A Murray már benn van, mert megvert a Berdichet. Tehát a Murray döntőt játszik, Murray hosszú idő után újra Grand Slam döntőt játszik. Ez nagyon nagy dolog, nagyon nagy mély repülésből jött vissza, ugye egy edzőt váltatott, hogy talán. Ha Murray Djokó van, akkor tartod a Murray-t? Én Murray-re nem teszek. Ez egy ilyen balga aludt egy csapat. Én nem szeretem se a stílusát, se hogy játszik, se a Murray-t. Én a Murray-re nem teszek semmit. Jó, akkor most az van, hogy Djokó Wawrinka. Erre fogadtunk. Arra. Ha Wawrinka jutna valami csodafolytán. Én a Wawrinkát imádom. Akkor fogadsz a Wawrinkát. Én a Wawrinkát nagyon jó, akkor én átállok a döntőre, Murray-ra. Az azért lenne jó, mert a Murray-nek is egy Grand Slam-e van, meg a Wawrinkának is egy Grand Slam-e van. Jó. Tehát ott valaki átlép a kettes álom Grand Slam határa, gyerekek. De hát most a részleteken ne fáradsz. Csak azt mondom, hogy mennyit bukott. Tessék? Sem ennyi. Ma bukik 10-et, ha adja, akkor kikap. Igen, de hát ennek a valószínűsége nem erős, gondolom, ugye az occokra ránézve. Wawrinkának csúcson kéne játszania, tehát a 102%-on, a Djokovicnak meg 80%-on, hogy ez az jön ki, hogy a Wawrinka nyer. Ha Djokovic is 100, és a Wawrinka is 100, akkor Djokovic behúzza, mert Djokovic jobb. Djokovic ma ballábbal kell, és a Wawrinka 110-et nyom, akkor Wawrinka megveri Djokovicot. Volt már ilyen. Igen. Honnantól fizet a YouTube, gyerekek? Hát nekem van egy csomó videóm a YouTube-on, és azért azoknak ilyen 800 meg 1 milliós megtekintései vannak. És most mi van? Most. Nem, most valaki megírta, hogy na tessék, Balázs a... Most elkezdtél rá büszkelen. Ne, csak mondom, hogy 2 milliós megtekintésem van. Az nem rossz. 2 milliós megtekintésem van. És ilyenkor neki mit kell? Ezeket nem ő tette. Hova adja meg a bankszámla számomat, és kinek? Tudod, hogy kinek valaki fizet? Veszi fel. Valaki rohadt sok lóvét keres a csatornádon, ugyanis aki megindította a csatornát, az kapja a pénzt. Tehát nem te, aki szerepelsz rajta, hanem aki a csatorna tulajdonosa. De 2 milliós megtekintésre szerintem még nem fizet egyébként. De hogyha az összes csatornádat ezt csak mondom, neked 1 millió 900 ezer.
Balázsó 1.545.000, Balázsó 1.8, tehát összesen nekem van egy 30-40 milliós YouTube találatom, ha ezeket összeadom. Tehát itt vannak régi Balázsok, amik ilyen 2 milliók, vannak Balázsa pont, az csak önmagában egyébként 2 millió, plusz még vannak ilyen laza 1 milliósok. Tehát összeadva nevem alatt van egy 30-40 milliós találat. Az nem rossz. Hát azért az szerintem abszolút csúcstartó Magyarország. Hát és ebből a legnézettebbhez szerintem hozzáférhetett volna az a srác, vagy akár hozzáférhetett is, aki a másik oldalon mosolyogva bólogat a találat magas száma miatt elégedetten, tehát hogy nem tudom, hogy Laci, hogy dumáltatok már esetleg erről, hogy, mert, hogy ő volt, tud valami. Ő indította el. Egyébként milyen lenne, ha kiderülne? Hát a Laci volt olyan pozícióban akkor, hogy simán feldobatta volna, érted? És amikor én bejárogattam hozzá annak idején más ügyből kifolyólag metal klipeket másolni, mindig ilyen ravaszkás, hamiskás volt a mosolya már akkor is. Hát gyerekek, 1.9 millió, 181.000, 223.000, régi Balázsok, 330.000, Balázsok 900.000, és meg 1 milliós Balázsok. Összesen ez egy 30-40 millió össze. Na, hát azért már csak járna lóvé. Köhögjétek a gubáti ott a YouTube-nál, gyerekek. De kinek köhögik? Aki létrehozta tényleg a csatornákat, hát ő a tulajdonosa. És nem is tudom levetetni? Hát, szerintem nem. És írok a YouTube-nak egy levelet, hogy kedves, elküldöm a bankszámot. Kedves YouTube, zárjál YouTube. Úr, hölgy, kérdője. És megadom a bankszámot, számot nem utal meg semmit. Hát komolyan mondom, hát milyen cudar világ ez. Elmaradt haszon ügyében perelnék szívesen. Letérdeltetjük a YouTube-ot. Na jó, hogy állunk játékkal? 2-2. Ajajajajajaj. Remek, 3 nyerthetünk van, ugye ez most szerintem lehet, hogy elmegy. Majd meglátjuk, de 2-2 az állás. 2-2. Döntő van ma. Jó van, tessék jelentkezni játékra, aki akar, igen. Figyelj, menjünk már a dolgoknak, rakjuk már fel a Balázs a Tahót a Facebook oldalunkra, hát ha még nem jutott el valakihez. Remek ötlet. Népszerűsítsük még egy kicsit. De most érted. Nincs ember, aki ezt nem látta szerintem. Hát de nem van, mert csak 2 millióan látták. Hol van még a 8 millió ember? Az is igaz. A Facebook is fizet megtekint egy videó után? Hát mivel, akkor belinkeljük ugye a YouTube-os videót. De akkor megint oda fizetünk, akié. Akkor... Tehát újra kéne csináljuk, és a miénket linkelni. Húha, élnek még a kapcsolataid? Meg kéne szerezni jobb minőségben, és akkor készíteni belőle egy HD verziót, egy újra vágottat, egy rendezői változatot. Növeszek függőhelyet, menjünk el egy Ulára, és csináljuk meg ugyanezt megint. É, hát de nem. Eljátszod. Balázs a Tahó direct store cut. Igen, rendezői változatban. Na jó, ma meghallgatjuk Ákos híreit, jól lehet jelentkezni. Játékra valaki szeretne bennünket letérdeltetni, ezen a héten is bevinni a kegyelemdöfést az írja, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 8 perc múlva pontosan 7 óra, mi pedig már is visszajöttünk így a hírek után, mert hogy a hírek előtt egy kicsit elbeszéltük az időt, de itt vagyunk. Gyerekek szeretik a perecet. Sósat, jó ropogósat. Na, játszunk egyet, jó? Nézzük meg, hogy ki a hét utolsó játékosa, aki ha minden igaz, már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, bello, ki vagy? Hello! Laci vagyok. Hello. Laci! A hegyről ki beveri egyből. Hello, Laci! Laci, honnan hívtál minket? Komló. Komlóról? Nagyon helyes. Mi van ott? Mi történik Komlón? Tudod, hol van Komló? Nekem mondott, hogy hol van Komló. Hát ezerszer voltam ott, onnan származom, majdnem onnan egyébként. Két albérleten 4 barátnője volt ott. Igen. Forgattam ott, megálló gyerekek, hát mindent tudok. Meg majdnem ott születtem. Kiderül, hogy ittunk egy sört is már. Mennyi idős vagy? 48. 48? Igen. Hát, fene se tudja. Igen. Látogathatnék párat? Ennél fiatalabb meg gondolom. Hangból igen. Hangod alapján, a lendület, a vitalitás alapján igen. Igen. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Velem? Hát ez... Nem hagyunk békén. Jó. Nézzük meg, hogy mire megyünk egymásra. Hogy állunk? 2-2? 2-2. Döntésre kell vinni a dolgot. Ezt el kell dönteni. Ez egy nagyon nagy harc lesz most, azt érzem. És okay. Hülye kérdések hete is van. Hülye kérdéseket, te mehetünk? Az elmúlt napokban nem brilliroztunk, de nem voltunk kölyök. De majd most. Na, mehetünk?
Mehetünk, kérdjük. Jani? 3, 2, 1, fire! Na figyelj, kérdezhetek? Egyet. Szeretnék inkább én kérdezni, jó? Hadd kérdezzek én. Egyet te. Jó, de én kezdek. Kezdje te. Idén változtak a szabályok? Milyen szabályokra gondolsz? A játékszabályok? A játékszabályokra, igen. Ez mi volt? Hát ez van. Hello. Hát, én meg akartam kérdezni, hogy mi az a 4 szó, amit tilos kimondani. Ah, igen, én már rámentem, hogy Komló ugye Somogy megyében van, akartalak téged összezavarni ezzel a kis kérdéssel, hát, de hát nem jutottam el odáig, tudom, nyilván ez lett volna ugye a beugratás, hogy esetleg Somogy megyét kérdezem, vagy bármilyen megyét, ahol nincsen Komló, de nem tudtam eljutni odáig, hiszen bajba keverted magad, és ezzel kiestél. Teljesen kész vagyok, gyönyörű volt. Gyerekek, a sírból Istenem. Hoztuk ezt vissza 2-2-ről. Jobb lett volna Ferivel játszanunk. Az biztos is. Hát most már hiába ugrálsz. Ferinek üzenhetünk? Na most már nem kell érteni. Most már nem kell üzengetni. Nagyon szeretné, ha ezt üzennénk neki. Lesz itt Komlón szombaton egy kolbásztöltő fesztivál. Gyönyörű. Aminek több éves hagyománya van. Már 86 csapat lesz idén, azt hiszem. Az szép. Hatalmas buli. Ha netán erre jár, nézzem be. Pont az ország másik felén vagyok, úgyhogy most nem. De ha kicsit hamarabb szólsz, akkor esetleg. Igen, most nem tud menni. Ilyen akkor hirtelen esetleg, nem tud. Akkor esetleg jövőre, az elég korán. Ha megbeszél, most az mindenféle. Már be is írtam. Oké. Okay. Jól van. Srácok, köszi. Hát. A nyereség nem minden, a veszteség viszont egy nagy semmi. Úgyhogy erre gondoljatok. Jó? Köszönjük a játékot, sose jó játékos, mint ki. Ciao, szevasztok, hello. Istenem, 3-2, a gyerekek. Negyedik megnyerthetünk. Gyerekek, nem hagyjuk, nem veszítünk el egy hetet sem, muszáj. Berágtunk. Így már egy picit szebb ez a péntek. És jössz vissza, érzed a ló felé. Én szerintem nem úgy jövök vissza, szerintem terepen vagyok. Igen, de a ló még benn van az istállóban. Igen, gyalog. Te viszont kint poroszkálsz már. Magányosan, de vidában. Szökellek kicsit, igen. Két féltökkel. És egy ilyen, mint egy seprűnyi él, meg egy lófej van a lábam között. Na jó, de legalább az istállóban már ott vagyok. Tehát ott már teszem rá vezetőszárat, már nyergelek. Már nem beszél, hogy ezek a lovak. Igen, már ganézok, már tudom, hogy hol vannak a lovak. Hát ennyi. Jó ez. Ennyi, gyerekek, így kell ezt csinálni. Egyébként ők keverte bajba magát. Igen, nagyon amikor akarta. Betelefonál. Igen, egyrészt, mikor betelefonál kettőnk, nagyon akarta a győzelmet, igen. Gyorsan egy-két friss közlekedési hír. Balassagyarmat, Széchenyi havazás, 22-es főút hókásást Felaci küldte nekünk, valamint az 1-es főúton Tatabánya közvetlen bevezetőjén egy kamion a kanyarban összetörte az egyik tükrét, és rajta van a kamion, mármint a tükrön, tehát, hogy felborult a kamion, igen. Rendőrként nem járható, kerülés Szárligetről. Ez fontos. Csornán a Molkút előtt mérik a Sopron felé haladókat, Pötke és Pici küldte nekünk, valamint Váci parton kamionok akadtak el, kerüljenek Verőce felé az illetékesek. Köszönjük szépen. Akkor ez nem az M1-esen van, hanem az 1-es úton Tatabánya közvetlen bevezetőjén. Igen, egy kamion felborult, úgyhogy ott is dugó van. Aki most indul, nagyon vigyázzon, csúszik az út, hóesett, havas eső, most már csak eső inkább, pluszok vannak, olvad, csúszik, tehát gyerekek, ez nem túl hát szép, nem. Az időjárás, amire ma reggel keltünk. Így van. Azt szokták mondani, hogy ez a gyerek csinál idő, de kinek jut eszébe ilyenkor gyereket csinálni, hiszen rögtön eszébe jut az is, hogyha ilyen idő lesz, akkor is hova fogja vinni a gyerekeket? Hétvégén. Igen. Ahelyett, hogy szánkoznának. Egy jó kis szánkózás. Erre ez a rohadt eső tönkre teszi. Mikor építettem utoljára a hóember? Basszus. Na mindegy, 2 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, bello, jó reggelt. Rengeteg baleset, rengeteg, hát igen, közlekedés hír, mert hogy van ám esemény az utakon bőven egyébként. Jó ez a Macron zonda, a gyerekek. Nagyon. Komolyan mondom, ez egy jó dal. Veled tudunk menni. Végre az első ugye? Dal. Ugye? Amit együtt tudunk szeretni.
Ez Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk, ez nagyon, nagyon a helyén van. Hatos úton baleset történt a Pellérdi elágazásnál, mindenki vezessen óvatosan, ezt Tomi Boy küldte nekünk. Hello, srácok, rajtatok keresztül üzeném annak a BMW-s köcsögnek, amelyik a Budafoki úton ahelyett, hogy átengedett volna az ÖMV út mellett, ahelyett teljes gázt adott és telibe fröcskölt ezzel a frankolatyakos lével, mielőtt beszálltam volna az autóba. Ha utolértem volna, nem tette volna a zsebre, amit kap tőlem, de szerencsére eltűnt. Amit üzenik neki, az nem szalonképes, de remélem magára ismer. Hogy csúszna neki az első fának. Milyen finoman fogalmazott Zoli. Így be tudtam olvasni. Zoli küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Aztán Csákvár Kőhányás között 15 cm-es hó az úton nincs takarítva. Egy kamion, egy autó már elakadt. Mindenki vigyázzon. Széchenyi Vác, többen írjátok ezt. Fúj jég. A Quattro most érzi magát a legjobban. Hát, egyébként tényleg jó az, azért az jó. Fótveres egyház között van egy baleset, ezt annak küldte nekünk, a temetőnél trafi van a 83-ason Győrben, aztán Csomád Fót között jéges útszakaszok mellette baleset is van, torlódunk, ez Zolo küldte nekünk, és Budapest felé Tatabánya után a régi egyesen, kamion a szalakorláton, teljes útzár, az összes távolsági busz itt vesztegel, Csino Geri küldte nekünk. Igen, ez az egyes úton történt, erről már beszéltünk a hírek előtt. Tatabánya közvetlen bevezetőjén egy kamion a kanyarban összetörte a tükrét. Ugye írta nekünk egy hallgató, úgyhogy az oldalára dőlt. Rádőlt a tükörre. És ez a rádőlt a tükörre, igen. Igen, ez a nagyobb baj. Tatabánya és Bicske között a 100-as út bedugult, baleset miatt nem engednek tovább senkit. Ez az a buszireni. Ezt szerintem ez ugyanaz lehet, igen. Kamionos. Ez ugyanaz lehet. Azt fölállítják, ott kimegy valami ilyen daru, gondolom, azzal lehet, nem? Hát, valószínűleg igen, meg nem az, hogy lehúzzák először, hogy meg fölállítják, és addig senki sehova. Igen? Hát senki sehova. Útzár. Ott teljes útzár, mi? Ja. Biztos, hogy útzár. Ősz a volánbuszon és vársz. Ott mi mennyit vársz? Órákat? Amíg föl nem állítja, jön egy daru és föl nem állítják? Mert a daru hogy megy oda, hiszen áll az út. Másik oldalról. És ha daru is felborul. És arról, ha nem áll, arról is áll. Akkor helikopterrel engedik a darut. Leengednek egy darut. Akkor nem, akkor az egy örök sakpat helyzet. Feloldhatatlan. Hogy menjen a daru, ha dugó van? Ja, amíg de azért van dugó, mert nem megy a daru, ez egy feloldhatatlan helyzet. Vége van, ez egy gordiuszi csomó. Amíg el nem hordják a kamiont kézzel. Igen, ez csak átvágni. Csak átvágni tudjuk, mi Nagy Sándor, hogy megtette ezt a gordiuszi csomóval. Most tegnap láttam egy ilyen videót az egyik internetes portálon, hogy egy ázsiai országban szállított egy ilyen kis teherautó irgalmatlan mennyiségű zsákot. Nem tudom, mi lehetett a zsák, de hogy már az első pillanatban látszott, hogy nem lesz jó vég a dolognak, mert hogy ilyen 6-8 méter magas, fel volt pakolva az egész, és hát nem csak az volt egyébként tanulságos a dologból, hogy borítékolható volt, hogy felborul, fel is borul természetesen, hanem az a közlekedési kultúra, amit ők ott csináltak. Hát Ázsia picit más. Igen. Hát egy picit. Először előzött valaki balról, aztán jobbról, aztán ketten jobbról, ketten balról, akkor a teherautó átment a szembejövősába, amiben egyébként oda vissza mind a két irányba haladtak. Hát basszus, olyan volt az egész, mint a tatárjárás. Tényleg. Hát fél, ez zseniális volt, és akkor ment, és így lehetett látni, hogy a teherautó így finoman kezdi elveszíteni a balanszt, tudod, így megindul, és egy iszonyatos lassúsággal így szépen így boh. Először azt hitted, hogy két kerékre kapja oldalt kettőre, és vissza, de nem borult de nem, vissza. Nem tudta, és aztán amikor felborult a terautó, akkor lehetett látni, hogy egyébként volt fönt valaki, aki, mint a vitorlás versenyeken, ott mancsaftolt a szélén, tudod, hogy nehogy felboruljon. Próbálta kiülni. Aztán mégis felborult, viszont ahogy az áru össze volt pakolva, ahogy az össze volt gurtizva, semmi nem esett le róla. Tehát semmi. És úgy maradt is kész. De hogy ilyenkor tényleg mit csinálnak? Tehát oda mennek, pálán egy ázsiai országban, tehát azért nem fog oda menni, ahogy hívják, nem tudom, egy teherautó. Ott van munka, egy kis teherautót kézzel fölállítják. Ja, ott tényleg, oda mennek, 40-en azt kész. Meg barátság. Fölrántják, aztán tartják a kezüket. A bringákat is, azt olyan képet is biztos láttatok, hogy a bringákat hogy pakolják meg, úgyhogy egyébként az egész család rajta ül, tehát apu, anyu, öt gyerek, egy bicikli vagy egy kis motoron, és közben még valamilyen embertelen módon. Hogy a csomagtartó keresztbe egy sertés. Igen, ők a motoron simán hárman, négyen ülnek, tehát ezt nagyon máshogy értelmezik egyébként. Igen, szabadon. Szabadon, az ázsiai nagyon szabadon közlekednek. Tehát amikor ül a mama a motoron, ül a kislány, kettő között még ül két kisgyerek egyébként, és még három zsákot visznek hátul. Igen. És egy birka a gyerekölében. És a gyerekölében meg ott van egy birka, oda van gumipókozva. De hogy tényleg, hát akkor nyilván ott menek, vagy így menek ezek a dolgok, hogy ezért, hogy a picsarunk a hétvégén disznóvágat, oké, a disznót én viszem, és viszi a motoron.
a robogor a keresztbe oda teszi a 150 kilós vágó sertést. 7 évvel ezelőtt voltunk Kambodzsában, ami közlekedésileg még egyel izgalmasabb, mint mondjuk Tájföld, meg ilyenek. Behozom neked azt a fotót. A 3 millió tapos van. Hát ugye nem nagyon térsz rá az útról, nem mész el sétálni. Kis buc, teljesen beülve mindenki, és költözött valószínűleg a család, mert ki volt nyitva a hátsó ajtó, egy picikét, ott ömlött ki így az áru, de föl volt gumipókozva, és hát volt egy kutyájuk, akit el kellett vinni, mert átköltöztek. Egy hálós zacskóban volt a kutya. Jaj. Esküszöm, be volt rakva a kutya egy ilyen hálós szatyorba, és föl volt akasztva a nyitott ajtóra. Ennyi. Így utazott a kutya. De lehet, hogy ott már többször szállították, így meg volt a komfort. Szerette, nem érzed. Volt semmi baja. Így ült összegubózva, nem is volt semmi, egy vakkantás nem volt, ők így költöznek. Én rettegtem, ott mentünk egy olyan kb. 600 kilométert így autóval. Béreltetek autón? Nem, vagy csak vittek taxival, vagy sofőr? Aha, igen, ott meg lehet alkudni mindenre, és akkor ott a fővárosból lementünk a tengerpartra, meg aztán föl Ankorig. Sivítasz, tehát a kétszer-két sávos úton 8 sáv van, és ők úgy mennek, hogy ő nem akar letérni, mert hiszen ő már itt van, és egyébként pedig az út közepén megy, tehát jogtalanul van ott, ahol van, és ugyanezt gondolja a szemben lévő sofőr is, halálnyugodtan, te már elbúcsúztál mindenkivel, egy vastag dudára így rákönyököl a csávó, ugyanezt csinálja a szemben lévő is, közben pedig az előző autók kettőtök között még elmennek, majd így elhaladtok egymás mellett. Igen. És nem hiszem. Ő arrébb tolja a kutyát a szatyorba, kinéz, átinteget. Nehogy elférjenek. Amikor itt szobatokét kimentünk apámmal a piacra, és ő is ilyen praktikus gondolkodásmódú ember, hogy volt már két ilyen háló, emlékeztek ezekre a hálókra, ami ekkora volt, mint az öklöm, de kinyúlt ilyen. Tudom, ilyen bevásárló háló, vagy ilyen szatyor, nem? És mentetek hát haza. Hát belerakott 4 élő tyúkot, érted? És úgy mentünk haza, hogy így lobáltunk a kezünkbe, érted? A tyúkokat, azok meg szerencsétlenek ilyen mindenfelé, így a hogyha mint a kötözött sok úgy néztek, és néztek így a szatyorból, ott bámultak össze-vissza. Ha elég nagy volt a lyuk, akkor kidugta a fejét. Hát, ezeket soha nem értettem, de hát... Hát igen, jó kis hálós bevásárló szatyra, ugye? Igen. Beleraktál egy üveg paradicsomlevet, az kiesett, de ha raktál egy csomó mindent, még akkor megtartott. Akkor jó, miért volt háló egyébként, vagy miért hálóból volt, azt nem tudom. És egy ilyen műanyag henger volt a fogós része. Olyan, mint egy ilyen kábelnek a szigetelő része. Borzasztó volt. Tehát, hogy apám sem praktikus gondolkodásmód. Hazavittetek benne 4 tyúkot, vagy nem? Simán, haza. Tehát akkor jó volt a hálós szatyor. Ennyi. Érted? Igen. Látok egy cikket itt egy kislányról, a Laráról, a Schobert családnak a Larájáról, de nem róluk akarok beszélni egyébként, csak érdekes a dolog, mint szülő egyébként felmerül bennem egy-két kérdés, hogy megint megy a kislány az énekiskolájába. Mert állítok, nincs rossz hangja, de hogy tavaly ő nem jutott be a legjobbak közé. Ja, nem nézőnek? Nem, állítólag énekelni. Énekelni megy. És viszik a kislányt újra énekelni, de hát a kislány nem jut be. Vagy legalábbis tavaly nem jutott be. Nem jutott. Ugye lehet, hogy azóta egyébként énektanárhoz jár, hogy egy csomót fejlődött, vagy mit tudom én. Vagy ha gyengébb a mezőny, akkor már ugye kiemelkedőbb vagy. Mert lehet, hogy a tavaly én nem néztem, tavaly biztos nagyon sok jó volt, és a Lara is jó, csak nem annyira jó. Vagy a Norbi megvesz minden szülőt, hogy ne indítsák el a jó hangú gyerekeket, és ezért aztán Lara odaér. Ez a rész, hogy névértéke. 10%-kal csapatok. Részvények. Egy visszavonulás, egy gyerek visszavonulás, a 10 darab részvény. A Lala nem kerül be a középdöntőbe. Tragédia lesz. Dráma. Éka, találjunk ki valamit. Egész ószámban. De hogy... Szóval mi van akkor, ha a gyereket totálisan tehetségtelen, de el akar indulni? Megmondod neki, vagy hagyod abban a hitben, hogy már pedig ő el akar indulni? De tudod, hogy nincs jó hangja. Most nem a Laráról beszélek, mert nem tudom, hogy neki mi hangja van, meg nem is akarom őket se bántani semmit. Ez most csak mint... Egy átlag kérdés. Beszélt hangja van. Egyébként egy olyan szülő, akinek majd a gyerek elhatároz valamit, és te tudod, hogy tök ügyetlen, tök béna, és nem megy neki. De hogy negyedszer is elmész vele egy tévéműsor castingra, vagy mit tudom én, feltételezem, neki jó hangja van egyébként, tehát nem rá gondolok. Aha. Hanem amikor a szülő látja, hogy a gyereke nem tehetséges, hanem a gyerek mégis erőlteti. Tehát, hogy oda dobod-e... Nem került be, hát akkor valószínűleg már nem fog bekerülni. Tehát, hogy oda dobod-e annak a várható kudarcnak, ami érni fogja, hiszen te tudod, hogy ő abban nem jó, amit ő nagyon szeretne. Yeah. Vagy ha a szülő erőlteti közben a gyereknek, meg nincs hangja, az is lehet egyébként. Aha, tehát két oldala van a dolognak. Nem, amikor apád anyád mondta, hogy mit csináljál, mert ők erőltették. Ez a verziónek ez nem tetszik. Tehát, hogy a szülő erőlteti, mert ő szeretne egy ötjévjákot, egy sztárt faragni a gyerekéből, a kislányából, a kisfiából, mert azt akar, hogy énekes legyen, színész legyen, manöken legyen, mit? Ez nekem nem jön be. Akkor viszont, hogy a gyerek akarja, hogy a gyerek el akar menni, és ki akarja próbálni magát, még úgy is szerintem, hogy boríték alatt a kudarc élmény,
Szerinted? Akkor oda dobod? Nem oda dobom. Menjél, azt égesd le magad, te szerencsét, nem így. Hanem, hogy menjél el, próbálja ki magát, aztán majd mások mondják meg neki, ne te. De ne vedd el tőle. De kérdés, hogy egy szülő tehetségtelennek gondolja valójában, mert ugye hát neked, mint gyerekként egyébként, mert ugye a saját gyereked, azt gondolod, hogy jó hangja van, hiszen ő a saját gyereked, vagy te azért meghallod azt, hogy hát azért nem is olyan, nincs olyan hang. Meg, szerintem, ha reálisan próbálod nézni a gyerekedet, azért tudod, tehát hogy nyilván halálosan szeretem a gyerekeimet, de hogyha panyesz balettáncos akar lenni, akkor azt így most megállítom ezt a törekvést, mert nem az az alkat. Igen. Ha érted, mire gondolok. Na jó, de a parkettásoknak is élni kell valami. Na jó, de az más, szerintem. De akkor ugráljon inkább csak úgy felelőtlenül otthon, hát. Majd újra parkettázunk, de balettórára ne járjon, mert egy gram sikerélménye, de nem lesz sikerélménye, érted? Tehát nem lesz jó, de hagyj menjen de már. A pofon meg lehet, nem most akar. Üzesz haza, de akar. De nem akar szerintem. Hát, hogy már pedig nem ennyi, mondanád? Igen. Mondanám neki, mert nem lesz jó kicsit. Nem lesz, én hozzám is odafutott, amikor nem voltunk nálatok a Velencén. Fölkapott és dobott veled egy kilótet. Igen, Jani bácsi, balettozni akarok. Én nem mondanám. Tehát, hogy, de vagy... a kudarcot meg tudja másképp is tanulni szerintem, mert de... értem, hogy az, vagy szerintem az a gondolatmenetet, hogy igenis tanulja meg, hogy az életben meg kell próbálni dolgokat, és lehet, hogy azok nem mennek. Szerintem igen. Nem? De egy olyanra befizetni a gyereket, most nem a pénzt mondom, hogy akkor na, egy olyan... Hát azért bújtok meg azért azt is, hogy na, mennyi az a balettóra azért. Jó, na, akkor egy okay. Olyanra, szóval elvinni, olyanra elvinni a gyereket, ami tudod, hogy, tehát, hogy kudarcra van ítélve, tehát hogy nem lesz belőle balettos, menjen. Mert magas lesz, mert nem vékony, mert nem olyan a csontozata, tehát tudod, akkor csináljon olyat, amit szeret, és abban is fogják kudarcok érni, ott is meg tudja tanulni, de egy olyanba belökni, ami biztos, hogy nulla. Szerintem az jó. Jó. Szerintem az jó. De miért lenne jó? Hát, mert ha te mondod meg neki, akkor úgyis ellenállást váltasz ki, és azt mondja, hogy majd ő jobban tudja. Ha azt ő ott megtapasztalja, akkor lehet, hogy az a személyiségének az egészen jó lesz, hogy rájön, hogy azért ő sem mindenható. Vagy neki sem egy minden, nem? No. Nem lehet, hogy meg ilyen... hozzád kösse már azt a kudarc élményt. Azért nem, hozzám, nem baj. Nem, tehát szerintem nem. Nem azt kell mondani, hogy nem. Nincs pedig nem. Nincs válasz a kérdésére. Most én tehetséges vagyok, nem vagyok. Nem. Jó vagy nem. Értem. Hát válasz van, mert megmondod neki, hogy nem. De, nem vagy. Igen. Tehát a választ megkapja, csak de nem ezt a választ kell megkapni. De ha egy fura mozgású néni vagy bácsi mondja el neki ugyanezt, aki ott áll mellette, hogy hívják be ilyen fekete harisnyába, akkor az mégiscsak hiteles, mint hogyha az apa. Aha. De nyilván nem ezt mondod neki, hogy nem vagy tehetséges kislány, mondjuk a francba a balett. Hanem azt mondod, hogy lehet, hogy ezt nem neked találták ki. Tehát gyere, nézzük meg a balettos lányokat. Vagy nem profi táncra van nevelve, hanem csak tényleg ilyen tömegsport szinten. Hát azt csinálja. Az hány ilyen gyerek van, aki jár, aki elmegy, soha nem lesz belőle semmi, de élvezi, szeret. Hát az menjen, az szerintem nincs gond. Még ezek a szülők egyébként, akik elviszik ilyenek versenyekre szerintem a gyereket, de most tényleg nem róluk beszélek, csak általánosságban hangsúlyozom, azok sokszor egyébként szerintem egyáltalán nem látják, hogy milyen tehetségtelen a gyerekük. Ez tehát biztos. A legtöbb anyuka és apuka egyébként szerintem totálisan tehetségesnek hallja a saját lányát. És azt látod, hogy van egy bűnronda gyerek, vagy mondjuk szép gyerek, bűnrossz hanggal, de olyan rossz hanggal, hogy embereket lehetne vele kínozni Irakban, és az amerikai tankoknak így fel lehetne állítani az elejére, hogy vele vonuljanak, be tudod, hogy kap egy mikrofon, énekelj, és mindenki elmenekülnek. A muszlimok dobálnak el a kalasnyikot. Lerakják a fegyvert, és a szülő azt látod ezekben a műsorokban, hogy áhítattal figyeli a feltűnően rossz hangú gyerekét egyébként. Egy általában kicsit duci, feltűnően ronda anyuka, ugye, aki tolja a gyerekét, és azt mondja, nagyon tehetséges, nagyon tehetséges. Úgy az, ez a kis Katika olyan tehetséges, abban a nagyon csúnya rakott szoknyában. Te csak zsűri. És utána, amikor nehogy is az ő lányát egyébként kiteszik, na akkor ő van a legjobban felháborodva. Tehát én nem tudom objektíven nézni ezeket a szülőket, mert szerintem nem látják objektíven a saját gyereküket. De mi ennyire? Ha én anyukaként, apukaként vonszolom a gyerekemet tehetségkutatóra, szent meggyőződésem, hogy egy új Cserháti Zsuzsát nevelek, aha. Vagy egy új nem tudom mit, kit nevelek, egy Pavarottit. Hát ez így van. Közben a gyereknek olyan rossz hangja van, hogy a büdös életben hát nem sok lesz szülő ilyen. Nem így van? Hát, erős csontú a gyerek, nem túlsúlyos. Csoklom, nekem ez a szag. Nem, erős csontú, az rendben, minden rendben van vele. Hát nem, nincs. De sokszor a szülő a nagyobb defekt, mint a gyerek, akinek egyébként nincs hangja. Hát sőt, a gyerek egy csomószor tudja is, hogy ő nem akar menni, csak a szülő cipeli. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy viszed, nem viszed, akarod, ő akarja, te nem akarod. Még Benny szinkronusza lehet, hogy én is felkiáltanék, mint te a balettra. De, hogy, na jó, ez nem szimpatikus egyébként. Egyre többször hazadod ezt a dolgot, szerintem a Benny szinkronuszni akar. Én rettegek ettől. Mondta már? Az van, hogy a gyerekek ráéreznek.
lépnek a tudatalattidra. Minél többet mondasz neki valamit, vagy minél jobban tiltasz valamit, annál jobban azon irányba mondani, tereled. Úgyhogy. Amitől a legjobban félsz, az valóra válik. Ez én már van. Látom, ahogy majd integet az olimpiai dobó felső fokán a lábával. Nézd, tegnap bementem hozzá a fürdőszobába, fejelem volt a víz alatt, és spiccelt. Csipesz volt az orrán. Csipesz volt az orrán, és spiccelt. Hello, Juli! Hello. Hát ugye a szülők nagyon gyakran a saját beteljesületlen vágyaikat hát szeretnék egy ilyenekben kiteljesedni, látni. Nekem az édesanyám nagyon-nagyon szerettem, és minden nagyon jól csinált, viszont volt egy dolog, őt nem vették fel soha a konzervatóriumban, nagyon sokat tanult zongorázni, ezért gondolta, hogy akkor ez nekem jó lenne. Én zongoráztam, és mellette sportlőttem. És a sportlövészetben nagyon tehetséges voltam, a zongorában kevésbé. Utáltam gyakorolni az úgy egész. Úgy próbáltad, hogy felhajtod ezt a borító részt az elején? Azt úgy kellett volna? Aha, ütötted, de mindig csak a fa hangja. Most azonnal hívom anyámat. Nekem erről nem szól. És akkor volt egy pont, amikor már az iskola, meg a zongora, meg a lövészet nagyon sok volt, és akkor anyukám azt mondta, hogy akkor válasz, melyik lenne. Hát én mondtam, hogy a sportlövészet, mondta, jó, nem, zongora. De ez is milyen? Válasz? Válasz. Igen. Hát ha jót választod, és akkor azt gondolod a te döntésed. Mert a zongora talán közelebb volt, mint a lőtér? Nem, ő azt gondolta, hogy a zongora az egy sokkal nekem valóbb dolog. Ráadásul egyszer eljött egy versenyemre, ahol nagy légpuskával lőttem, 12 éves kislány voltam, és ahhoz, hogy az a légpuska nem mozogjon a kezedben, ahhoz nagyon fel kell öltözni. És 40 fokos hőség volt, és egy ilyen vastag bekecs volt rajtam, és anyám azt látta a hátam mögött, hogy egyszer csak elkezdek imbolyogni, és leteszem a puskát. És neki fixa ideája volt, hogy egyszer valaki nem fogja tudni letenni a puskát, és agyon fog engem lőni egy ilyen állapotban, mert elszédültem a melegtől. És akkor mondta, hogy na, akkor itt vége, és akkor ez zongorázni. De te rohadtul nem akartál zongorázni? És ő erőltette, járnod kellett, nyomta. Tehetségtelen voltál? Nem voltam tehetségtelen, csak lusta voltam. Csak te nem akartad. Nem szerettem zongorázni, nem szerettem gyakorolni, nem ment úgy, valahogy nem működött. Szóval anyám tolta. Anyám nagyon tolta, és aztán végül véget is ért, és soha nem lett belőlem zongorista, ahogy édesanyámból se lett zongorista, ő szeretett volna, én sose akartam. Na de látod, hogy erről van szó, tehát a szülő akar, az nem sikerül, és akkor tolja a gyereket a zongorényába. Hát most kiborultam az egyik nap, láttam a 8 éves magyar fia, a világ legszebb gyerek, azt láttál? Ez a szépségipar, abban bele sem menjünk, mert ott eldurran rögtön az agyam. Anyuka. Igen. Hát, és 8 éves gyereket elviszel, egy szépség. Fiú gyereket! Azt értettétek? De lány se, nem értjük. Nem a fiú hát se, meg a lány se. A lányad persze, de az őt se. De ami még megdöbbentőbb, az egyébként egy teljesen hétköznapi arcú gyerek, 8 évesen a világ legszebb, a kontinens legszebb fiúgyereke. Aha. Egy helyesen. Marcika nyilatkozott, én nagyon örülök, hogy én vagyok a legszebb, nagyon boldog vagyok, hogy én vagyok a legszebb. Ez a bajom, tudod, hogy ez van mögötte. És anyuka meg ott, mondjad már, pusolt hátul, hogy nyomjad már. Erről volt egy dokumentumfilm az ilyen gyerekszépségversenyekről, ott 95%-ban a szülők erőltetik, olyannyira, hogy síró 3 és 6 éves gyerekeket mutattak, akik mondták, hogy nem akarnak már magas sarkút fölvenni, és haza akar. És nézd meg, hogy az anyuka mindig ronda. Nézzétek meg, hogy az anyuka mindig kövér, a lányomat, nem túlsúlyos, ronda fogazatú, kicsit bandzsa, kövér, zsíros hajú anyukák indítják el. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Nézd meg azt a frusztrált szülőt, aki elindítja a gyerekét 6 évesen gyerek szépségversenyen. Neki nem hogy jött kövér, be. Kövér, zsíros hajú, ronda fogú, nagy darab, nagyon kövér, ápolatlan férjel, áldogál. Indítjuk Ivetkét a szépségversenyen. Hát Ivetke nem, hogy nem szép, Ivetke, szegénykém, hát még csak, igen, szóval, hogy na mindegy. És mi van, ha a gyerek kéri? És indít, tessék? Mi van, ha a gyerek kéri? Nálunk a gyerek úgy kéri, hogyha belevezeted ebbe a világba. Bocsánat, én elég sok gyerekkel találkozom, nyilván ti is, de én egyen nem találkoztam, aki el akart volna menni szépségles. Hát az én lányom, igen. Jó, de pici. Jó, de most hát de pici, hát de pont erről, baba, nem. A Lidi az 6 éves kislány, ment be az óvodába, ott volt kint egy plakát, hogy a Zoltán Erika valami szépségversenyt hirdet, mondta, hogy anyu, menjünk el. Mondtam, hogy nem megyünk el. Tehát mi van akkor, hogyha a gyerek azt mondja, hogy menjünk? Úgy állok egyébként... ez, mint egy farsankhoz, tehát, hogy ez nem egy... De hát de pont ennyi. Szerintem hát, az semmi baj nincs, Juli. Ki lehet bőmölíteni a kis haját. Egyszer az a semmi baj nincs. Ha 3 órát szárítod a haját, sminkeltetni kezded, kozmetikushoz járatod, sminkest hívsz, és a kislány azt hiszi, 6 éves, hogy ez a világ, ott van az érték. Amikor már nem játék. Azt most egyszer elmegy, és akkor ő bárkirálynőt játszik, azzal nincsen semmi baj. Mikor látod, hogy anyuk ebből tényleg versenyt csinál, és nem
elteti a gyereket, föllögdösi a színpadra, és ott neked pozolni kell. Tehát a kettő között nem azért nagy különbség van. Óriási különbség van. Aranyos óvodás szépségverseny egyszerűen megy fa utcában. Tehát, hogy az... De azért mondjuk Magyarországon nem feltétlenül erről szól, vagy legalábbis amennyire én tudom. Tehát Amerikában erre egy külön iparág. Nem, profin, ha profin akarod csinálni, akkor erről szól. Hogyha csak így el akar menni a gyerek, egyszer benézni, akkor csináljátok meg. Ott van a baj, amikor tényleg ez van, hogy diétáztatod a gyerekedet körmöshez, ilyen kozmetikushoz, és a haját 4 órán keresztül szárítod. 3-at szárítják a gyerek haját 6 évesen, tudod, és a gyerek ül, mint egy királylány. Hát az milyen értékítéletet ad később? Hát az hogy? Hogy tudod utána majd normális kamaszt nevelni belőle, nem? Ez szerintem nagyon, az nagyon beteg. Az eredeti témához visszakanyarodva, tehát, igen, hogy, hogyan terelgeted a gyereket, mert hogy egyébként van egy, most már minden hozzáférhető Magyarországon, hát akkor meg hogyan választasz? Tehát nyilván az első pillanatban te ajánlasz neki valamit, ami szerinted esetleg... Zongora vagy légpuska. Így van. Tehát, hogy most az, hogy az én lányom, neki mindig nagyon tetszettek a tornadresszes lányok, és akkor mondtam, hogy akkor szertornát azt nem, mert azt próbáltam, az első alkalommal leestem a gerendáról, alig bírtam fölállni, akkor azt mondtam, hogy nem szeretném. Viszont akkor menjünk el ritmikus sportgimnasztikára. Hmm. Miközben a Lidus egy nagyon stram csaj, egy ilyen nagyon lendületes csaj, de nem kifejezetten kecses. Hát nem biztos, aztán ugye, te nem vagy szakértő igazából. Erre van, mit tudom én, ez a nagy sportág választ. Elviszed a gyereket, aztán ott lát-e ezerféle sportot, kipróbálja, tetszik, nem tetszik alapon, vagy nagyon sokszor ugye viszik magukkal ugye a többiek. Tehát, hogy az van, hogy hallja, hogy a Béluska éppen izére jár, itt tudom én, birkózik, az meg focizik, ez meg hogy hívják. Csak ott elmegy arra, szólasozik. Elvittem, mondtam, próbálja ki, próbálja meg, csinálja végig. Igen, ez kell. Kicsit szagoljon bele, ha tetszik, akkor maradunk, ha nem tetszik, tehát nekem nem feltétlenül célom az, hogy versenysportolok. Jó, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megmondod a gyereknek a tehetségtelen, vagy nem mondod meg. Ugye itt van, ez énekverseny, 6-szorra megy valaki, bűrasz hangja van, tudja a szülő, hogy tehetségtelen, vagy a szülő tolja. Ugye ez a kérdés, akkor azt mondod, hogy nem viszed el. Én vagy nem vinném. Nem próbálnám lebeszélni róla, de nem, az ilyenre, hogy énekverseny. Nem, most nem arra gondolok, kitalálná, hogy holnap valamit sportolni akar, de tudod, hogy a test alkata miatt totálisan nem menne neki, akkor te mondanád, hogy inkább menjünk el. Keressünk valami mást, ami neked talán jobban való. Persze, én belevezetném a kudarcba kicsit. Én belevezetném a kudarcba. Én is belevezetném. Hadd menjen neki a falra. Kell, szerintem a gyerekre ugyanúgy, hogy a sikerélménye a kudarc élmény. Tehát attól lesz a személyiség. Olyan anyák azt neki, hogy figyelj, nem, most nyilván 5 évesen nem mondja neki egy, nem tudom, egy judo edző, hogy totál tehetségtelen, vagy nem. Akkor mi lesz, oda mész, bedobod a judor, és te vitöd meg az edzőt. Szerintem ott van a nagy különbség, hogy a gyereket hagyod magadtól ráébreszteni arra, aha, hogy ebben nem jó. Tehát te tudni fogod, hogy nem lesz jó a judóban, de azért oda viszed. Elmegy 3 edzésre, és rájön, hogy ott 2-szer odavágták, 4-szer 5 megfojtották, rászorítottak, és ezt neki ez nem tetszik, és ő nem akarja csinálni, és hazajön, és azt mondja, hogy nem akar többet menni. Hát tudja, fene, az én lányom jár focizni. De és hát fél évvel ezelőtt rugott egy gólt, és azóta arról beszél. Azóta semmi. Tehát, hogy én imádom a virágot, mert elmegy gyakorlatilag. De ez most sikerélménye van. Nem akarod róla beszélni. Nem. De azt mondod, hogy belevezetni a kudarc élmény, hát neki most hát, de ha nincs, nem akkor nincs fel, hogy lett volna sikerélménye azóta, de aha, hogy de volt neki egy darab sikerélmény fél évvel ezelőtt, és azóta ebből él. De akkor hagyni kell szerintem. Már volt is rúgtam, de mikor volt ez bébi? Hát fél évvel. Ja, jó van, akkor már rúgtam azt is. Hát figyelj, mert hagyd! Te golzsák, te! Akkor focizzon. Hát nem, én nem hiszem, hogy NB1-es női labdarúgó lesz belőle. Tehát addig még annyi minden van. Igazán megnézem, hogy köpköd a pály. Igen, köpköd. Az már megy. Szóval szerintem az a jó, hogy banna elmenne balettozni, ugrana 2 ilyen, nem tudom, padödő, három, csak tudom, kicsit ott bukfencezne 3-at, rájó, hogy nem, nem? És akkor hazajön sírva, hogy na, hát ez az, hazajön sírva. Hogy ezt, akkor visszamegy, nem igen, tudom. Igen, ahelyett egy pici tereléssel valahova átrakod, mit tudom én, mi a Böllé Fesztiválra. Az más. Az, igen. Azt már tudja. Mind a ketten gyönyörűen időre disznóvágás, ezért turkemén. Mind a ketten gyönyörűen bontanak egész sertést, tehát, hogy ezt felejtsük el, az már megy nekik. De hogy érted, akkor itt van, hogy egy csalódós, 3 alkalmas balett, vagy valami, amit tényleg jól csinálna, sikerén, és azt megnyomná. Valahogy olyan feltűnés mentesen kell abba az irányba terelned, hogy mit tudom, balettverseny, közönségdíjas, nyeremény, 2 jegy a Böllér Fesztiválra. Érted? És akkor öt hívják, megbundázod ezt a közönségdíjat, megkapja. Anyászért, azt mentek a Böllér Fesztiválra. De ez nem jó, mert ezt a balettversenyen nyerte bundával. Aha. Érted? Tehát ne csináljuk ezt, ne tereljük el a dolgot. De csak finoman. Az a baj, hogy sose fogod tudni meggyőzni őt arról, hogy ő nem lett volna abban jó, ameddig nem próbálja ki, hogy nem jó. Tehát a lényeg szerintem, igen. Engedjük, tehát, hogy... és lássa be hát ő, igen, hogy nem. És aztán elmegy a kedvetől, és keres valami mást.
Szerintem azért ilyenkorban még nem vágjuk őket földhöz ezzel. Na, jó hát lesz. Azt mondja, megrántja a vállát. Kedves 40-es szingliként még ott fog ugrálni, tudod, és így nem vesz észre, még mindig nem szólnak, és senki várja. Mindenki, hogy majd magától. Mondjuk látva azért ezeket a mai tehetségkutatókat, mint a Rising, vagy az X-Faktor, tehát van, aki nem jön rá, hogy tehetségtelen. Nem? Nem tudom, hogy azok mit gondolnak. De tényleg? Tehát, hogy az utóbbi 3 évben, ha volt összesen 3 valójában tehetséges énekes ezekben a műsorokban, akkor sokat mondok. És ezek azért 20-25 évesek, és senki nem mondta meg nekik, hogy figyelj, Smurek, Mufek, Jufek, Peti, Joci, Andi, Júci. Lehet, hogy megmondták, csak nem érdekli. Tessék? Lehet, na ezt mondom, hogy lehet, hogy van az a szint, amikor a gyerek már nem jön rá, hogy nem tehetséges. Hát, mondjatok nekem 4 nevet az elmúlt 3 évben. Igen, mit nem csinálnának adást, ez igaz. Akik eljönnek az első szériára, és tényleg konkrétan nincsen hangjuk. Tehát azért ez hálás a nézőnek. Csak tényleg, én nem tudom, tehát neki nem szól senki, vagy nem hallja a saját. Persze valószínűleg sokan szólnak, egy ember van, aki ő benne hisz, tudod? Nem, mondjuk az anyukája. Meg igen. Saját maga a is. A többiek meg irigyek. Egyébként az is mekkora zsákutca, hogy te szülőként mondjuk látod már a te tinédzser fiadon, hogy rohadtul nincs hangja, és azt látod, hogy totálisan vakvágányra viszi az életét, az milyen nehéz, nem? Amikor azt nézed végig, hogy hallod, hogy nem tehetséges, elmondja az énektanár, nem tehetséges, de ott hagyja a sulit, elkezd énekelni, zenekart akar alapítani, és tudod, hogy valami olyat csinál, amiről 6 ember megmondta teljesen objektív, vagy nem tehetséges. Az milyen szörnyű szülőként végignézni? Vagy milyen szörnyű lehet, nem? Hogy amikor már nem az, hogy 6 évesen viszed, mert 6 évesen még oda viszed, ahol akarod. Hanem amikor már 20 éves a gyerek, és mindig azt mondja, hogy én egyszer énekesnő leszek, és a gyereknek olyan rossz hangja van, mint nem tudom, mint Zámbó Krisztiánnak mondjuk. Nem? Ugye? Hogy az a legnagyobb dráma egyébként. De ő egyszer énekesnő lesz, és tudod, hogy a büdös életben nem lesz énekesnő. És ott már ugye megélhet, és presztízs, ott már minden benne van. Mert és ott már egy 20 évesen már nem tudsz mit csinálni. Tehát az 5 éves gyereknél még aranyosan jó van énekei, édeslányom. Jó van, majd kinövöd. 20 évesen már ugye, ha eldöntötted, és föladsz rá mindent, vagy fölteszel rá mindent, akkor az igen. Már nem fog bejönni. Igen. Na jó, nagyon sok SMS jött, mindjárt folytatjuk az SMS-ekkel, jó? Ákos elmondja gyorsan a legfrissebb híreket, elmondja, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig jövünk, Ákos ide jutam. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyáli úti felüljáró befelé, Fradi pálya felé lerobbant egy autó, és egy sávra szűkül. Peti küldte nekünk, Götződligeten baleset. Fél álomig. Ezt nem tudom, hogy ez mit jelent. Veszprémben nem havazik, a tegnapi lezárt 82-es út Győr felé tökéletesen járható. Beni küldte nekünk, valamint 2A Sződligeti felhajtó után van egy baleset, mindkét irányban torlódás, félpályán megy váltakozva a forgalom, ezt Dancsi küldte nekünk. Mi pedig egy érdekes dologról beszélgettünk, szülő-gyerek kapcsolatról, méghozzá arról, hogy mi van akkor, ha a gyereket valamiben nem tehetséges, de mégis menni akar, mi van akkor, ha te látod tehetségesnek, és a gyerek nem az, mi van, ha te látod, hogy tehetségtelen, ő csinálni akarja, te nem akarod. Ugye több árnyalata van ennek a dolognak, mindegyik megközelítés érdekes. De hogy van az, hogy teljesen tehetségtelen énekeseket neveznek be különböző kereskedelmi csatornák énekversenyeire, és még mindig versenyben van egy-kettő, aki szerintem annyira tehetségtelen, mint a bűn. Egyébként, de tényleg. Tehát, hogy nem, hogy hangja nincsen, énekelnie se szabadna, és hogy rajta kísérletezik, ezt kikérem magamnak. Jó, hogy te vagy a kísérletező. Tényleg, tehát kikérem magamnak, hogy a nézőkön kísérletezenek ezek az énekesek, akiknek semmi hangjuk nincsen. Most a befutott énekesek között is van olyan, akit te szeret, én na, nem azért az más. Az más. Aha, tehát a befutott énekeseknek szerintem azért van hangja. Van hangja. Most az, hogy te szereted, amit ő csinál, vagy nem, az egy a szubjektív dolog. De az, hogy valaki totálisan tehetségtelen, azért kevesen futnak úgy be, hogy semmi hangjuk nincs. Jó, de ez az érének a felelőssége, tehát hogyha az most azt az ember te 1, 2, 3, 4, 5 fordulón keresztül látod bent a tévében, az arról szól, hogy a zsűri tolja, vagy valaki tolja a háttérből, viszik a hátukon azt az embert, mert hogyha jó esetben ugye egy rossz hangú énekest már az első 2 körben, mondjuk már az első körben ki kéne, már a sejtőzők során ki kellene szűrni. Igen, most én arra gondolok, azért a zsűri kísérletezik veled, nem a versenyző. Nem csak arra gondolok, hogy milyen, amikor te tényleg szülőként akár nem hiszem, hogy mondjuk ezen énekesek szülei tudják, hogy mert valójában nyilván tehetségesnek gondolják őket, de hogy milyen az, amikor te mondjuk nem vagy elfogult, és hallod, hogy a lányod 20 éve szerepel egy ilyen műsorban, de te is úgy nézed a tévét, hogy ne. Mondjuk ez a ritkább nyilván, gyere le onnan, ne csinálj. Vagy nem is nézed. Miért nem lettél jogász? Miért nem tanultál? Ne, ezt hagyd abba. Nyilván az ilyen kevesebb. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Móni vagyok. Hello Móni, jó reggelt. Na, neked van egy fiad, ugye? Így van, 10 éves most. 10 éves, és mit szeretne, vagy te mit szeretnél? Én azt szeretném, hogy ne jelentkezzen az énekiskolájába. Ő nagyon szeretett volna már tavaly is, az idén is, ahogy látta a tévében, hogy lehet jelentkezni. Hát, hú, anya, én nagyon szeretnék menni. Igen? Hát hozzáteszem, hogy nagyon botfüle van szegénynek. Botfüle van?
Igen, de annyira tetszik, ha ezt a szülő így kimeri mondani. Ez nekem tényleg tök szimpatikus. Nyilván finoman kell a gyerek felé, de ez egy jó dolog, hogy te ennyire objektíven tudod nézni a saját gyerekedet. Énekből hanyas? Hát ötös, mert nagyon szorgalmas. Meg süket az énektane. Aha. És gondolom azért is ötös, mert egyedül van az osztályban a fiú, aki állandóan jelenkezik, hogy ő énekelni és felelni szeretne. Tehát valójában ez egy szorgalom ötös. Inkább igen, meg hogy ugye megtanulta a dal, de hát a dallam az nem mindig sikerül úgy, ahogy kellene. És ő szorgalmasan gyakorol, tehát a kávba is egyfolytában énekel, ráadásul tényleg olyan dolog. Te pedig így forró viaszt öntesz a füledbe, miközben csinálod a vacsorát. Hát majdnem, de azért én hűségesen ott hallgatom, mert ugye nekem ott kell ülni és meghallgatni, hogy ő hogy énekel. Na és mit mondtál a jelentkezésre, hogy menjen, vagy lebeszélted róla? Igazából mondtam, hogy nem biztos, hogy ez neki való lenne, de nagyon hajthatatlan volt, úgyhogy egy olyan megoldást csináltam, hogy felvettem, ahogy énekel. És megnéztük azt, hogy a gyerekek énekeltek az énekiskolájába, akik már bejutottak, és szembesítettem azzal, hogy ő neki ez hogy tűnik, vagy milyennek tűnik, hogy amit ő énekel, vagy ahogy ő énekel. És hát rájött, hogy hát mosolygott, igazából nem mondott először semmit, csak mosolygott, és mondom, hát elég nagy a különbség, és szerintem még ez erre még rá kell gyúrni, és még nagyon sokat kell gyakorolnod, de ha már úgy megy, mint körülbelül azoknak a tíz gyerekeknek, akkor felőlem azonnal mehetünk. És nem volt, hogy kikapta a kezedből a diktafont, összetört, és azt mondta, inkább ezt hallgass, Danya, és éneket még egyet. Tehát elfogadta? Elfogadta ezt a dolgot, hogy rájött? Hát szerencsére, tehát ő is hallotta, hogy hát igen, azért itt van különbség. És nem gondolod, hogy óriási hibát követél, amikor azt mondtad neki, hogy még nagyon sokat kell gyakorolnod? Igen, akkor gyakorolni fogok, reggel és este, éjjel és nappal. Ezt hallgass, acsi! Itt végén is így helyek! Nem, szerencsére szerintem ő véglegesen belátta, hogy ez nem neki való. Annak ellenére ének, tehát mikor énekből daladnak egy dalt, akkor azt szorgalmasan megtanulja, és tök jó, és mindig dicsérem, hogy nagyon jó, nagyon ügyes vagy. De ő szerintem belátta ezt, hogy inkább nem. Mert azért tényleg hallatszott azért akármilyen, tehát 10 éves is, de hallotta ő ezt a nagy különbséget. Uh-huh. Na jó, akkor te jól megoldottad ezt a dolgot. De ez jó, ha egy szülő ennyire objektíven tudja nézni a gyerekét, azért az fontos szerintem őket így igen, látni. Igazából meg bízott is bennem, meg bízik is bennem, hogy azért én elég reálisan látom a dolgokat, főleg velük kapcsolatban. Azért csak nem tenném ki annak, hogy nagyon tehetséges, hogy is menjél mindenképpen, és én meg ott akkora kudarcot élhet, hogy soha többet semmire, még amiben tehetséges sem akar jelenkezni. És az nem megoldás egyébként, hogy azt mondod neki, hogy figyelj szívem, ha összehasonlítottuk, érzed, hogy te nem vagy olyan jó, de hát neked ez nem való, de menjél, próbáld meg, az jó vonal vajon? Mert ő akar menni, ő a szereplést keresi nyilván, vagy a szereplést is. Én kérdeztem tőle, hogy te hogy látod végül is, mert utána először mosolygott, utána ezt megbeszéltük, hogy te mégis ezt hogy látod, hogy lenne esélyed velük szemben esetleg. De rájött, hogy nem. Rájött, hogy nem. Annyira pedig nem is vágyik egyébként a szereplésre sem, mert azért, hogyha van valamilyen műsort elő kell adni az iskolába, akkor is inkább szeret a háttérbe vonulni. Tehát én tudom, hogy még ez sem motiválja annyira, hogy ő nagyon szeretne. Akkor is inkább az utolsó sorban énekel. Igen. Tehát az más, hogy énekórán ő nagyon jelentkezik, nagyon szorgalmaz, de aha, más az, hogy kiáll. Okay. Hogy hívják a fiadat? Márkó. Márkó, én nagyon hiszek benned, ne hagyd, hogy elvegye tőled anyu az álmaidat. Márkó, ha most hallgatsz minket, hallgass anyádra, ne énekelj. Lehet, hogy anya tök süket egyébként, anyának van rossz hallása. Köszi szépen, de szerencsére ezt már nem hallottam a iskolában, úgyhogy köszönöm szépen. Nem baj, majd kimásoljuk neki és elküldjük. Móni, köszi, ciao. Szia. Sziasztok, szép napot. Ciao, hello. Na nézzük egyébként SMS, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy az igazi dráma akkor van, amikor a gyereked azt mondja, én akkor is énekesnő leszek, mire te oké, Ádámka. Igen. Dundika, ne énekeljen, Tóth Vera nevet közön. Írja a Sasó egyébként, a hasonlat az érdekes felvetés. A volt osztálytársamról az anyja azt állította, hogy kb. 20 éves koráig, mármint hogy ezt mondta addig, amíg 20 éves nem lett, hogy majd elkezd nyúlni és elhagyja a kövérséget. Ma 180 kiló és 165 centi. Az a szülői objektivitásról, ugye, hogy majd elkezd nyúlni. Igen. Ez Zoli küldte nekünk.
Mert próbáltam motiválni a gyereket, tudod, sokat kell gyakorolni, anya is sokat gyakorolt, és nézd, lefutott a maraton, erre a gyerek jó, anya, mikor volt az már tényleg valóban 3 hónapja. Írja nekünk egy hallgató. A gyerek Messi akart lenni, 3 évig focizott, 2 nem tudott dekázni. Mondtam neki, ne pocsékoljuk az éveket, most karatézik, abban nagyon jó. Na. Tehát megmondta neki, egy ideig hagyta, és aztán megmondta neki, igen. Gyermekem nem tudta, hogy judo vagy foci, én tudtam, hogy a focihoz tehetségtelen. Elvittem mind a kettőre, ő mondta utána, hogy nem akar focizni, mert nem engedik leülni. Azóta is judozik, imádja és megy neki. Igen. Ezt Viki küldte nekünk. Igen. Nem szerette focizni, mert a társai nem szeretik, hogy mindig eldobálja őket. Igen. A gyereknek nincs hallása, de általában a szülőnek nincs. Szegény nem hallja, hogy nagyon rossz. Az én fiam is zongorázott, ügyes volt, én imádtam. Idén a vízilabdát választotta, az ő élete 11 éves, küldte egy hallgató. Általános iskolában 7 évig cipeltek engem is zongorára, ma már köszönöm nekik, 25 éves vagyok, és gitározom, akkor alakult ki a zenei hallásom. Ez is SMS-ben jött. Anyukám évek óta nem enged szépségversenyre, István vagyok, 20 éves. Gyerekek, én zongoráztam, sportoltam, még 4 fajta külön órára jártam, otthon sok volt a meló, építkezés, telkek, stb. Semmi nem lett belőlem, Tibi a király. Legalább őszinte vagy. A 22 kilós kislányom az iskolából egy birkózó egyesületi meghívóval jött haza. Lebeszéltem, 2 napig hisztizett. Ez Tikó küldte nekünk. Hát igen, mondjuk azt megértem, hogy nem akartod a lányodat lemenni birkózni, összetörik a füle. Át, a női birkózóknak is ilyen. Ugyanúgy összetörik. Ma már vannak ilyen egészen jó fülvédők, de ez simán, ez ugyanúgy lemegy, vagy gyúrnak lent a földön, nem használsz fülvédőt, ugyanúgy összetörik a füled. Azért egy lánynál nem annyira szexi. Nem túlzottan. Igen, az nem annyira szexi. Na hát nehéz kérdés ez minden esetre. És mi van azzal a részével, amikor például az úszásra azt mondja a gyereket, hogy ő nem akar járni, úszni meg kell tanulni, nem? Úszni tudjon az ember, az nem egy alapelvárás. Hogy akkor viszont erőlteted, hogy menjél? Nem tudom. Nem tudom. Hát attól függ, mennyit jár, mennyire nyugdíjas, hát semmi, akarja, csak nem akarja. Meg. Hát tanuljon meg úszni. Aha, de ezt később is meg tud tanulni. Mikor már? Tínédzserként, vagy felnőtt fejjel is. Ott nem marad le igazából semmiről. Ha meg úgyis azt látja, hogy a többiek mennek, meg jól érzi magukat, meg van egy ilyen távol, és jönnek az élmények bent az iskolában, amihez nem tud hozzászólni, akkor meg persze. Igen. Mi ez a helyzet? Nem akarnak? Nagyon, ne, imádják. Ne? Nem, imádják. Van, azt egy anyuka van, akinek nem akar járni a gyereke, ő meg erőlteti. Aha. Mondtam neki, hogy szerintem is szibáld oda minden héten 2-szer. Jó lesz. Anyuka jó? Na, nem játszunk, hogy mi van? Hogy állunk? Azért erőltetted? Hozza csak Pistikét úszítod. Na játszunk, várj is Óven bácsival és Beru nénivel. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. 5 perc, pontosan 8 óra, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Miki vagyok Hegykőről. Miki Hegykőről. Hello, Miki! Na, mutatjuk is, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj, Miki, ezt hallod először. Nem gond, ha nem vágod a ezt nem csinálják. Miért szignálokat adnak le folyamatosan? Rádió szakörő. Miért lehetne? Rádió szakörő. Minket hallgat a késleltetésre. Igen. Aha, hangol a zenekar. Hangversenyen vannak a műpában. Csak ez még a hangolás. Figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Na-na-na-na-na-na. Ajajajajajaj. Hát ez nem hiszem, hogy az én zeném, úgyhogy nem nagyon fog. Ne, ne adsz fel azért ilyen könnyen, hát meg lehet, az figyelj, Miki, hallgass meg! Na-na-na-na-na-na-na-na. Tú, nem megy. Gondolom nem a Slayer Angel of Death, úgyhogy... Nem. Ha segít egy olyan dal, amit ha én meghallok, akkor... Annyira utálok. Szerintem sok... Kicsit hosszabb, hogyha elfelejtettem. Figyelj, hosszabb, de rá fogsz jönni. Na-n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 a. Annyira bugyuta. Szerintem ezt már ők is megbánták. Mutatjuk még egyszer, hallgass meg. Na-n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 a. Szerintem ez nem lesz meg. Nem, ha ebből nem ismered meg, akkor ez nem lesz meg. Valami rémlik, magyarok talán, ugye? Na, kaptál valami segítséget? Jött valami SMS? Nem, semmi? Nem. Megvilágosodott. Ugye hirtelen megvilágosodtál, igen. Semmi? Na, mutatjuk, akkor ez lett volna. Jó, hallgass meg, figyelj. Süt a nap, nehogy szoború, Isten. Száron volt a vidám vasárnapon.
Abszolút. Ez annyira bárgyú. Igen. Hát ez egy jó, rövid játékot. Nem játékra jelentkeztem, hanem csak ugye a Júli visszahívott, hogy a SMS-en miatt, de végül is beolvastatok, úgyhogy nem aktuális már. Hát ott, de még játékba is került. Igen. Tehát így van ez. Köszönöm szépen az a lehetőséget. Jó van. Köszi, sziasztok. Köszi játékot, ciao. Hello, hello. Hello, hello. Ez volt még meg a Mama indulnom kell. De szép ezeket dal az. Ezeket úristen, a jó kívánságműsorban úgy olyan jó elküldeni. Aha, akkor küldjen. Mama indulnom kell. Ez volt a két dal. Na, 8 óra után hívjuk Faragó Ricsit, gyerekek, mert hogy Super Bowl döntő van vasárnap hajnalban, és hát ehhez abszolút nem értünk. Tehát ezt mondjuk ki bátran, hogy teljesen hülyék vagyunk. Igen. Ezért hívjuk, mert ő ért hozzá. Igen, viszont van valaki, aki nagyon ért hozzá, ugye Faragó Ricsi, aki egyébként már sokadik Super Bowl-ját közvetíti, és hát felhívjuk, hogy meséljen nekünk az előkészületekről, mi van most ott, mennyibe kerül fél perc reklám, kik a sztár fellépők, és mit tippel a meccs végeredményére. A Seattle Seahawks és a New England Patriots játszik, gyerekek. Ennyit tudok. Ne. És azért, mert ide van írva. De Ricsi viszont jól beszél erről, nem? Ennyi. Nagyon szórakoztató, nagyon jó. Úgyhogy felhívjuk és megkérdezzük, hogy mit várhatunk az idei Super Bowl döntőjére. 2 perc van 8 óra, Ricsivel folytatjuk a hírek után. Hölgyeim és uraim, elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 8:09 lesz pontosan, 1 perc múlva, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, gyerekek, mindenki vigyázzon magára, mert az utak csúsznak, estig vagy éjszakáig eső, illetve pontosabban hó esett, most már inkább eső, havas eső, és hát sok helyen van baleset, csúsznak az utak, úgyhogy csak óvatosan. És este jön rá a mínusz. Tehát lehet, hogy holnap még lesz. Drámaibb lesz a helyzet. Szép mert lefagyás? Hát egy csúnya lefagyás lehet belőle, aztán a hétvégén -3, -4-eket írt a szakoldal. Na nézzük a közlekedési híreket. M7-es Jófoktól Letenyégi hatóság és hómentes nagypapi küldte nekünk. A régi 3-as Miskolctól Gyöngyösig havas, latyakos csúszik, egy hókotrót sem láttam. Üzente Peti. M2-es 32-es kilométer baleset félpályás lezárása miatt üzeni Horex. Vigyázzon mindenki. Valamint 60 és környékén az M3-as nagyon csúszik, sószorók jelenleg sehol, az út kellően kásás egy piruethez, ezt D küldte nekünk, M3-as baleset Gödöllő előtt 60 felé, valamint az M1-es Komáromig tiszta és balesetmentes is, ezt Csaba küldte nekünk. Valamint van még egy, ez most jött az M2-esen Sződligetnél kamion személyautó ütközött, vigyázzon mindenki, üzente nekünk Totti, illetve valahol ott azon a környéken egy, igen, egy kamionot el is dőlt oldalra, és ez a Sződligeten, a baleset egészen pontosan az M2-esen a Sződliget és Göt közötti részen van a baleset, és emiatt van torlódás. Többen kérdeztétek tőlünk, hogy miért álltok. Hát ez az oka. Jó volt ez a kis Red Hot Chili. Ők voltak egyébként a tavalyi Super Bowl döntőnek az egyik fellépői. Hm. Igen. Az nagyon jó kis promóció. Idén egyébként Katy Perry lesz. Sokan fogják látni a melleit. Na megint megmutatja? Hát nagyon remélem. Igen. Hétfő hajnalban lesz, igen, köszönöm szépen, én vasárnap hajnalt mondtam, ebből is látszik, hogy mennyire nagyon otthon vagyok ebben a témában. És azt mondom, hogy a Super Bowl döntője, de a Super Bowl maga azt a döntő. Tehát egy mondatban 3 dolog árult el azonnal, hogy nagyon jó. Hogy mennyire nem értünk mi az amerikai futballhoz, viszont van valaki, aki igen, Faragó Ricsi, akit mindjárt hívunk, ő nagyon szórakoztatóan mesél nekünk, és mindent elhiszünk neki. Tehát az szuper... egyik legjobb, ha nem a legjobb szakkommentátora ennek a sportnak itt Magyarországon. Super Bowl a döntő. És akkor igen. Ami oda visz, az mi? Hát az a maga, gondolom, hát az amerikai foci, és a Super Bowl az mind esemény, az a Super Bowl, aha, tehát az a döntő. De nagyon használják jó. Egyébként így ezt a kifejezést, Super Bowl döntő, tehát hogy azért ez nem hiba. Aha. Ah, mindegy is igazából. Na, a lényeg, hogy felhívjuk Faragó Ricsit, gyerekek, szállodában van, hát ott éjfél van. Uh-huh. Rátörünk. Hogy örülhet nekünk, 224-es a szobája, vagy 222-es? Fent ül, issza a minibárt, érted, fizeti a tévé, a számláját. Elköszön a lányoktól. Pizzát rendel, dőzsöl. Most egy kicsit hagyjatok, mindjátok, tusoljatok le még egyszer. Így van. Hát ilyen jó dolga van. Te még akár maradhatsz is.
horror adatokat olvastam egyébként, nem tudom hány millió. A szállodai számlájáról? Hát egyrészt igen, igen, előleget kért a szálloda, mert állítólag már meghaladta a limitet, a költése a Ricsinek a szállodában. Nem, hogy milyen összegeket kérnek el a televíziók egy fél perc reklámért, tehát hogy hihetetlen. Egyébként ugye ilyenkor minden internetes portál így összegzi a Super Bowl-al kapcsolatos információkat, híreket, hát ott azért, ha van pénzed, ott csak a legnagyobb multik és a legnagyobb cégek tudnak hirdetni, de ilyen dollármilliók. Hát tulajdonképpen. Ez egy másodperc egy millió nagyjából ez az ár. Ezek a popsztárok, akik ott felléphetnek, hihetetlen nagy reklámot kapnak akkor, és hát ugye ők nem a menedzseiken keresztül jutnak be, hanem az NFL-nek a vezetőség az, aki kiválasztja őket. Hát én nem csodálkozom, hogy Tony Stilling két perit választott, aki nem tudom, hogy énekelni hallották-e, biztos csak képeket láttak róla. Ő az. Ha, igen, ő legyen, legyen ő. De most nem az, hogy lenni, aki mutogatja magát, így választottak. Nem úgy, hogy Lenny Kravitzsel együtt vannak? Vagy az kacsavasz az egy? Így van, de két peri biztos ők lesz. Aha. Tavaly Bruno Mars és Red Hot Chili. Itt van az az ember, aki szerintem itthon senki nem ismeri jobban az amerikai futballgyerekek. És akitől szerintem nem tudunk olyat kérdezni a szabályokról, amire ne tudna válaszolni, az a baj, nem tudunk kérdezni a szabályokról, mert nem ismerjük a szabályokat. Bármit mondhatni, elhisszük neki. Faragó Ricsi, jó reggelt kívánunk! Hello! Szervusztok, szép jó reggelt! Azért viszont én kérdeznék a szabályról, mert tavaly itt voltak szürke pontok, ha jól emlékszem. Nem szeretnék itt fájlni. Nem, fehér foltok voltak. Na, tessék, Ricsi, egy kérdés, megválaszoljuk. Csak egy nagyon egyszerű kérdés. Igen? Na, parancsolj. Van-e az amerikai futballban home run, azaz hazafutás? Nincs. Van. Biztos, azért nem kérdezem. Tudom. Emberek, hát ezt mondtam el tavaly, hogy az a baseballban az van. Azt tudtam, hogy a baseballban van, de a kérdés úgy szólt, hogy van-e esetleg ott is? Aha, hát ott nincs. Nem azt mondtad, hogy csak az egyikben van és döntsük el, hanem egy a nyitott kérdést tettél föl. Ricsi, adj egy esélyt, hogy javítsunk. Jöjjön még egy, tessék, figyelünk. Most ezt, most javítunk. Hát most már többet figyelj, eljátszottátok az egészet, de... Ennyi, elismerünk. Akkor beszéljünk a döntőről. Na, mivel mulatod az időt a szállodai szobádban? Milyen a minibár, jó? Nagyszerű, szuper, isteni ásványvizek vannak benne. Tényleg? Ne, ilyen unalmas, hogy csak ásványvíz, semmi kis bombon, meg alkohol, meg semmi? Hát ezt nem szoktam ilyenekkel élni, nekem az amerikai futball, az alkoholom, a kábítószerem. Aj, de szép volt. Aha. Tehát ilyenkor is még különböző lexikonokat futtatsz, és olvasod különböző adatokat, és készülsz a hétfő hajnali Super Bowl-ra? Én folyamatosan készülök, tehát nem lexikonokból, hanem a cikkek tömkelegét olvasom, amit csak el lehet érni interneten, mert ilyenkor aztán még a szokásosnál is több információ kering. Mi a most a legizgalmasabb pletyka? Nagyon sok izgalmas pletyka van, úgyhogy ezeket próbálom. Azt mondom, hogy számunkra is izgalmas lehet. Mondj valamit, Ricsi. Meg a személyes élmények, mert ma voltunk a csapatoknál, tehát az is szerencsére megvan az a lehetőség, hogy itt lehet beszélni. Na és az izomlázadat kiheverted már? Tessék? Az izomlázadat. Láttuk az újságban, hogy beálltál. Igen. Hogy történelmet írnál. Láttok már, vagy csak hallottatok róla? Nem, ma lehozta az újság, lehozta a Nemzeti Sport, meg talán a Blik is, hogy beálltál egy magyar csapathoz, fölvetted a szerelést, és kipróbálhattad, hogy milyen lehet labdát elkapni. Az a gond, hogy a képek nem mondják el az igazi valóságot. Hát az arcodon azért sok minden ott volt. Most érted, egy-két jól sikerült fotó megjelenik, de igazából az abból nem derül ki, hogy egy Isten adta tehetség vagyok. Ó, szerint. A jól sikerült fotót nem tudom, ki mondta neked, de ne hidd el. Tehát a drága jó anyád írta, hogy nagyon jók a fotók, Ricsikém, akkor azért ezt ne hidd el, mert elég gyűrött az arcod. Csinos vagy. Nem jó? Nem, hát látszik, hogy azért ott téged megdolgoztak kicsit, meg rohannod kellett, meg lihegtél, próbálod ott levenni a szerelést, de helyes egyébként. Hogy máshol gömbölyödsz, ahol ők. Figyelj, Ricsi, mit jelent, hogy találkozhatsz a csapatokkal? Tehát van egy ilyen kezelés, amikor a sportkommentátorok tulajdonképpen bemennek és lekezelnek a játékosokkal? Mert azért ez más sportban elég ritka. Lekezelésről nincs szó, de minden ilyen Super Bowl előtt van olyan lehetőség a médiának, hogy találkozzanak a játékosokkal. Tehát kedden például van egy úgynevezett Media Day, akkor mi még nem voltunk itt, mert akkor voltunk éppen úton, de utána szerdán és csütörtökön is van egy olyan lehetőség, hogy mind a két csapathoz, mind a két döntős csapathoz el lehet menni, és egyrészt meg lehet hallgatni egy kiemelt játékosnak és a vezetőedzőnek a sajtótájékoztatóját, utána pedig 45-50 percen keresztül az összes játékos rendelkezésre áll, és lehet velük beszélgetni. Ez valóban
teljesen eltér attól, amit mondjuk európai labdarúgásban tudunk, mert ott egy világbajnoki döntő előtt teljességgel kizárt, hogy bármelyik csapathoz az újságíró bejusson. Ők ott el vannak szigetelve, maximum az első 15 percét az edzésnek meg tudod nézni, de arról szó sem lehet, hogy beszélhess a játékosokkal. Itt, miután Amerikában tudják, hogy mindent a sajtó irányít, lehetőséget teremtenek arra, hogy a sajtó munkatársai, tévések, rádiósok, újságírók beszélgessenek az aktuális főszereplőkkel. És ott lehet is beszélgetni jókat a játékosokkal, vagy ott is az megy, mint nálunk? Hogy, a mester azt mondta, hogy hívelgessen meg a rövidpasszost, erőltessem, azt erőltettem, azért a gól lett belőle, örülök. Természetesen nem mindegyik fiatalember annyira éles elme, hogy mondjuk az amerikai futballnak a teljes taktikai repertoárját fölvilágosítson minket erről, de azért lehet velük beszélgetni, tehát nem csak sablonokban beszélgetnek, ha normális kérdést kapnak, akkor lehetőség szerint normálisan válaszolnak. Természetesen vannak kivételek, hiszen éppen itt az egyik csapatnak, a Seattle Seahawksnak az egyik legjobb játékosa, a futó Marshawn Lynch, aki kifejezetten gyűlöli, hogyha őt bármiről faggatják. Én akkor már imádom. Ő az, aki nem hajlandó válaszolni. Tehát például ezen a bizonyos keddi médianapon 29-szer mondta el, pontosan 29-szer, azért vagyok itt, hogy ne büntessenek meg. Mert ugye a szerződésükben benne van ez a fiúknak, hogy nyilatkozniuk kell. Tehát ha nem áll a sajtó rendelkezésére, akkor büntetés. És bármit kérdeztek tőle, ez volt rá válasz, hogy azért vagyok itt, hogy ne büntessen. Szenzációs, nagyon tőle, szeretem. Azt mondta, azért vagyok itt, hogy ne büntessen el. Na ebből írj egy Én bírom az ilyen arcokat, ez jó egyébként. Nyilván átírják a szerződést jövőre, hogy rendesen is kell válaszolni. Igen, de ilyenkor azért az nem elképzelhető, hogy oda menjetek, fotózkodjatok, aláírás. Tehát nyilván azért a sportkommentátorok sokszor rajongók is, hát rólad is lehet tudni, hogy mindened az amerikai futball, de gondolom azért az nem megengedett, hogy oda menjetek, fotót készítsetek, aláírassatok, nem? Tehát itt is gondolom szigorú szabályok vannak. Nem lehet kérni, nem. Tehát az egy ilyen, ha nincs is lefektetve abban a szerződésben, ami a tévések és az NFL között van, de egy megállapodás alapján az újságíró nem kérhet autogramot sportolótól, versenyzőtől, játékostól. Most mekkora esemény ez a Super Bowl ott Amerikában? Nyilván kicsit közhelyszerű a kérdés, de talán mi európaiként, ahol nem is akkora sport azért ez az amerikai futball, nem is értjük, hogy milyen nézőszámokat hoz, hogy hányan ülnek le a tévé elé. Hát ha mondasz egy-két adatot, szerintem akkor mindenki érzi, hogy ilyen elképesztő jelentőségű sporteseményről van szó, vagy hogy mennyibe kerül egy perc reklám, ezeket az ember mindig elképedve hallja, hogy úristen, hát micsoda pénzek mozognak ott, és milyen nézőszámok. Tudsz mondani egy-két adatot? Hát ebben az esztendőben fél perc reklám az 4,5 millió dollárba kerül. Tehát ez közel 1,25 milliárd forint. Ez fél perc. Atyaisten. Ami pedig a nézettséget illeti, az a legutóbbi időszakban 160 és 165 millió ember között mozgott. Jézus, csak az már Egyesült Államokban. Tehát ezt itt Európában csak a Balázsról tudta. Igen. És ugyanolyan színvonalon. Az amerikai tévézés történetének a 20 legnézettebb műsorát, akkor az 20 Super Bowl. Tehát soha semmi nem volt, ami lenyomott volna egy Super Bowl. Átlag nézettségben volt a MESH című sorozat, talán emlékeztek rá Donald Sutherlandékkel. Annak volt a záró része, az átlag nézettségben jelen pillanatban is az első, de hogyha azt nézzük, hogy össznézettsége, van egy ilyen társaság, amit megbíznak ugye itt Amerikában is a nézettségeknek a kimutatásával, és annak a kimutatása szerint, ha az össznézettséget nézzük, akkor az első 20-21 helyen Super Bowl áll. Tehát körülbelül ez azt jelenti, hogy ez tényleg egy ilyen ki nem mondott nemzeti ünnep. Tehát az esztendő legfontosabb vasárnapja, amikor ezt a mérkőzést játszák. Még mindig megvan az, hogy cégek szabadságot adnak egyébként az előző időszakra is, hogy így össze, azt hiszem ezt valahol hallottam. Vagy hogy hétfőn nem kell bemenni. Vagy időszakra nem, de például a győztes helyszínen van olyan, hogy hétfőn nem kell, hiszen utána, amikor hazaérnek a csapatok, akkor hatalmas parádé van a városon belül. Tehát aki győz, az utána hazarepül azonnal, amint csak teheti, és végighordozza a Lombardi trófeát, ez jár a győztesnek, és szépen ugyanúgy, mint amit látunk, azért
más sportágakban is fölülnek egy buszra, vagy két vagy három buszra, jó sokan vannak ezek az emberek, és akkor végigjárnak a városon, hát ott senki nem gondol munkára. Tehát az, aki megnyerte a Super Bowlt, az örül annak, hogy megnyerte a Super Bowlt. Valahol egyébként annyira jó, hogy van nekik ez. Nem? Szóval, hogy ez valahogy tényleg annyira összekovácsol mindenkit, hogy van egy esemény, ami fontos az egész országnak, és az nem egy választás, nem politika, hanem egy sportesemény, és 2-300 millió ember, 100 millió ember leül, megnézi, mindenki erről beszél, és van egy ilyen nagy nemzeti összetartozás, amit a sporton keresztül te is érezhetsz, nem? Ez olyan klassz dolog szerintem, irigylésre. Nagyon jól mondod, mert szerintem is így van. Tehát van valami, ami összeköti őket. Igen, ez annyira jó lehet. Itt is vannak, mármint az Egyesült Államokban, mielőtt bárki félreértené, tehát az Egyesült Államokban is vannak politikai konfliktusok két komoly párt között, de amikor amerikai futballra kerül a sor, akkor legfeljebb az a konfliktus, hogy ki melyik csapatnak szurkol, de az nem lehet konfliktus, hogy a Super Bowl érdekli az embereket. Tehát beléjük van kódolva, a legkisebb gyerektől a legidősebb nagymamáig. Én amikor egy barátomnál jártam Kansas City-ben, és tulajdonképpen akkor is szerettem meg a játékot, ez 1993 végén és 94 elején volt, és akkor a barátomnak eljutottunk a családjához, és ott a nagymama, a barátomnak a nagymamája, Kansas City pulcsiban üldögélt, és elmondta, hogy ezt a fiúk milyen jól játszanak. Mert akkor éppen bejutott a rájátszásba a Kansas City Chiefs, ez a csapatnak a neve, és gyakorlatilag, mintha a saját fiairól beszélt volna, tehát itt tényleg mindenki, aki annak a csapatnak szurkol, az sajátjának érzi ezeket a gyerekeket. Ha a te csapatod, bocsánat, nem jut be, tehát aki valakinek szurkol, akkor hova csapódsz? Erre van valami kimutatás? Tehát most például, nem tudom, egyik csapatnak se szurkoltál eredetileg, amerikai vagy, akkor most hova állsz? Ilyen területi odahúzás van, aki közelebb van hozzád? Vagy éppen ez az egyik, a másik pedig mondjuk az, hogy vannak csapatok, akikkel vagy amelyekkel szemben nem szimpatizálnak. Jelen esetben például a New England Patriots-ot Amerikán belül, aki nem bostoni, vagy Boston környéki, nem annyira kedveli. Elég sokan nem. De miért? Van valamilyen oka ennek, hogy ők ekkor ellenállást váltanak ki? Tehát valószínűleg két oka van. Az egyik, hogy rohadt sikeresek. Aha. Na most, aki sikeres, azért az a világon mindenhol egy picit visszatetszés. Ezt tudom, hidd el. Abszolút. Tehát hidd el, hogy nap mint nap megküzdök ezzel. Mennyire tudtam, hogy ez a mondat. Hidd el, hogy ezt én is érzem. Tudom, de hát mit csinálják? Tudod, hogy miről van persze, szó. Ne viccelj. A másik pedig, hogy 2007-ben ezt a csapatot azon kapták, hogy videóval fölvette az ellenfél edzőinek a kézjeleit. Ebből Amerikában hatalmas botrány lett, még akkor is, hogyha utána több edző elmondta, hogy ezt bizony más csapatok is csinálták. Csak azokat nem kapták el, hanem ezt a bizonyos New England Patriots-ot kapták el. Ráadásul, hogy még szebb legyen a sztori, ezt a csapatot idén azon kapták, vagy amiatt kezdték el őket egy picit bántani, mert hogy picit leeresztették a labdákat, vagy nem biztos, hogy ők eresztették le, helyesen próbálok fogalmazni, tehát a kelleténél kisebb nyomású labdával játszották a legutolsó mérkőzésüket, és sokan azt mondják, hogy na, akkor ez a csapat megint csalt. De ez lehet befolyásoló tényező, egy puhább labda? Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, feltehetőleg ez is hovatartozástól függ. Tehát aki alapvetően utálja ezt a bizonyos csapatot, az azt mondja, hogy ezek megint csaltak, aki pedig nem utálja, az azt mondja, ez a mérkőzés egyébként 45-7-es végeredményt hozott. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha azon az edzésen én az egyik csapatban játszottam volna, és a másik csapat nyert volna 45-7-re, tehát körülbelül annyi esélyem lett volna normál labdákkal is, mint a leeresztett labdákkal. Azon a mérkőzésen
megítélésem szerint semmilyen jelentősége. Nem volt jelentősége. Mekkora a szabálykönyve egyébként ennek a sportágnak? Erről tavaly beszéltünk, hogy érthetetlen szinte is egy életen át tanulod, és valamikor még ők a pályát sem tudják mindig egyértelműen értelmezni a szabályokat, de 4-500 oldal, 600 oldal? Te láttál valaha ilyen szabálykönyvet? Persze, megvan kinyom, van kézzelfogható szabálykönyv is. Több mint 100 oldal, most meg nem mondom, hogy pontosan hány szabály van benne, de gyakorlatilag, mint ahogy hallható, még a labda nyomása is benne van. Egyébként ezen utólag most így gondolkoznak, hogy azt lehet, hogy kiveszik, aha, mert egyszerűen tényleg nem ezen múlt, viszont ezt a csapatot most ezért meg ilyen Ezek a füleses emberek, ezek kikhez beszélnek? Tehát én ott látom, mikor oda kapcsolok, hogy te nagyon nagy lázban vagy, tehát 400 fokon égsz, és olyanokat mondasz, hogy egy mondaton belül négy dolgot nem értek, és vannak ezek a fülesebb mozgó emberek. Mozgó call-centeresek. Popcorn rendelést vesznek fel. Hogy ezek a játékosoknak van bent valami a fülében, és hozzájuk beszélnek? Vagy kikhez beszélnek ők? Van a támadó sorban is egy játékos, ugye azt tavaly tisztáztuk, hogy van külön támadó egység. Igen, hát eddig jutottunk azóta is. Igen, nem fejlődtünk, tehát hogy... Na, de ezt már azért tudjuk, tehát mind a két egységben van egy játékos, akinek a sisakjában van egy beépített ilyen mikrofon, és azon kapja az utasításokat. A támadó egységben ez az irányító, akiről tavaly elmondtuk, hogy ő a Jani, ő a legjobb, és neki bemondják, tehát ezek a fejhallgatós emberek bemondják neki, hogy melyik játék következik. Ha. És akkor ő ezt a pályán belül levezé. Hát ami nálunk a bekiabálás, hogy Laci, az erős pályán, nem jön jól, hova rúgod már ezek, be még eltudom a lábadat! Józsi, megmondom, anyád, essen teherben, lőd már be azt a szögletet egy gyökért! Rövid pasztos, te baró! Na, ez nagyjából ugyanaz, csak kicsit kulturáltabb. Igen, csak valamivel kifinomultabb, ja. És sisakon keresztül. És és kicsit máshogy egyébként. És a védelemben is van egy játékos, akinek ugyanígy van összeköttetése a külvilággal. Egyébként hallgatom most ezt a fordulatszámot, amin beszélsz, Ricsi, hogy neked ez az alap, és az NFL, a Super Bowl-ra pöröksz föl, vagy az az alap, és most vagy már egy kicsit szedált állapotban, hiszen éjfél van. Tehát melyik az igazi, Ricsi? Az ott, aki ott ül, vagy inkább ez? Már most akkor halkan beszélek lassan. Nem olyan kisebb, hanem teljesen más vagy, mint nyilván, amikor ott ülsz, és hát égsz a láztól, ugye, hogy kommentálhatsz egy Super Bowl-t. És 800-nak éppen is besűrűsödött a bérem. Nem, hogy nem lehet egy meccset nem modellezni. Tehát nyilvánvaló, hogy egy mérkőzés alatt Más a fordulatszám, nyilván. Hát meg ugye mi nem értünk hozzá, ezt elmondok, és lassan mondod, hogy megértsük. Kicsit olyan. Ez a másik fele, de itt sem járok sikerrel. Nem. Jönnek kérdések, ezeket én nem tudom, de felteszem, nem tudom, hogy Sherman vagy Shoreman játszik-e, ez nyilván egy saját kódnyelv, amit ti beszéltek, kérdezi a hallgató, vonatkozik ez valamire? Jó, elmondom akkor, Richard Shermanről van szó, aki a Seattle Seahawks egyik legjobb védőjátékosa, és a legutolsó mérkőzésen, amikor ez a csapat bejutott a döntőbe, akkor megsérült a könyöke, tehát ezért merült fel a kedves hallgatóban. Hogy játszik-e? Minden bizony játszani fog, mert van ugyan a kezén egy kötés, de nem létezik, hogy kihagyja ezt a meccset, tehát játszani fog Sherman, és Earl Thomas is, ezt nyilván ugyanúgy tudja. Hát jó, de ez egy elég durva fenyegetés volt most azért. Nem, erre indul a Thomas, hogy öl. Thomas, öl. Azért így, és előre bejelentve. És akkor elindul. Milyen ott kint a hangulat ilyenkor ott bent az arénában? Az szinte elmondhatatlan, nem? Gondolom, akkor ők így kivonulnak, és lengetik a zászlókat, énekelnek. Hát hallod Ricsit, ha New England. Szól a himnusz, hát az magad, gondolom elmondhatatlan, nem Ricsi? Hát azt nem lehet igazából szavakba foglalni. Saját hangodat nem hallod, tehát nyilvánvaló, hogy az ott egy különös atmoszféra. 70-80 ezer ember, attól függően, hogy mekkora ez a stadion, ez most 65 ezeres, tehát biztos, hogy fantasztikus lesz a hangulat. Egyébként a városban több a Seattle szurkoló, tehát egyelőre ők viszik a prímet, az is közrejátszhat, tudjuk, hogy ott New York, Boston környékén meglehetősen nagy hóvihar volt, tehát lehet, hogy ők még nem tudtak, vagy nem akartak eljönni ilyen korán. De egyelőre több a Seattle Seahawks szurkolója. Na, sikerült relikviákat is szerezned, ha jól hallottam, hogy van valami, amit újra el tudsz majd küldeni nekünk, ugye? Hát mik ezek pontosan? Úgy hallottam, hogy ez tavaly nagy sikerű volt. Így van. Fél évig nálam volt, fél évig a Janinál. Én is megbabusgattam. A vándorkupa, vándorol körbe. Ne, nagyon szeretik a hallgatók, már többen kérdezik, hogy idén is lesz-e valami hasonló.
Legyen? Legyen, hát hogyne. Ha van. Na hát akkor lesz, jó? Jaj, te kis hamis, azt hittem csak tréfálsz. Sisak és labda, jó? Erről az esztendőről szerintem az de most inkább Katy Perry bugyját, ha lehetne. Azt viszont megtartom magamnak, jó? Jó, tehát egy igazi sapka. Figyelj! Hú, menjél értek hozzá! Egy igazi sapka! Igazi csákó! Tehát egy igazi sisak és egy igazi labda. Ez kapcsolódik valamelyik csapathoz, vagy ez teljesen márka, csapat független, csak úgy néz ki, tehát nincs rajta New England Patriots festés, nem, semmi. Ez nem csapathoz függ, vagy kapcsolódik, hanem a 49. Super Bowl. Mm-hmm. Jó. Nagy, akkor nem a csapat látogatás során szerezted be nagy nem, mennyiség. Nem, nem. És még kiabáltak utána, hogy uram, azt tegye le. De nem így történt. Jó. Ricsi, hát akkor nektek nagy kalappal a döntőre, jó? Nem mondom, hogy hétfő hajnalban erre felkelünk, viszont nyilván rengetegen, úgyhogy hajrá. És drukkolunk hétfő hajnal, ugye? Nem is hajnal. Ezt már kezdődik a Sport 2-n a felvezetés, tehát az még nem annyira hajnal, és ha valaki fél egykor a kezdőrugást megnézi, akkor a hangulat viszi magával, utána meg Katy Perry halftime show-ja, tehát szerintem azért azt ki lehet úgy húzni, de tudom, hogy aki sportból föl van mentve, az annyira nem hozza ez lázba. Jók vagyunk mindannyian belőle. Bármikor, amikor oda kapcsolok és közvetítetek, én próbálom 5 percet nézni, mert tetszik az, hogy nem tud olyan történni a pályán, amiről ti ne tudnátok, hogy éppen mi történik, és 6 szabálymagyarázattal, de nem tudom soha megérteni, hogy ez miről szól egyébként, azon kívül rohangának sisakos csávuk. Tehát tényleg, pedig de esküszöm, többször próbáltam. Ricsi, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, pihenjél, hagyunk aludni. Jó? Köszönöm szépen. És sziasztok. Ne pörögjél ennyire, mert öngyulladás lesz a vége. Aludjál, ott már ugye éjfél múlt kicsivel. Köszönjük szépen Faragó Ricsinek, jó munkát, köszi Ricsi. Hello, ciao. Hát. Bejebb vagyunk? Nem. Jó. Szabályokra gondolsz, mert úgy nem. Egyébként úgy nem. De mint esemény, meg hogy hallani, hogy egy országnak van egy ilyenje, és az egész nemzet nézi, és szeretik, szerintem az is azért jó. De nem mondom, hogy egy haladás, nem tudom, Debrecen nem jó itthon. Egyébként, tehát tényleg nagyon izgalmas, de hogy azért így van egy ilyen. Na nem így van, hát az is nagyon izgalmas, de hogy azért egy egész országnak van egy ilyen kollektív, nemzeti öntudatot erősítő dolga, ami a sport, ugye, és ami nem tényleg politika. Minket is összeköt a devizahitel. Na, hát erre gondolok, hallok, hogy ezzel szemben milyen jó, hogy azért ott van nekik egy ilyen. De legalább ez sisakunk. Ha a rácsot leszeditek róla, jó lesz bográcsnak. Akkor engem is érdekel. Na jó van, fél 9 út pontosan 9 perccel jövünk Ákos Irei után. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk alacskai pihenőben, Kóbor Komondor keresi gazdáját, ez az M5-ös felé van, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Köszönjük szépen. Ez ebben a pillanatban jött. Haller úton a Nagyvárad tér felé szívkórház után az arra haladók sebességét mérik. Zsolt küldte nekünk, aztán a Rákóczi hídon keresztül már harmadik alkalommal szeretnék elindulni itthonról, de mindig visszahív a természet. Úgy elkéste már a melóból, a főnök szétszed. Csapek a svéd. Hát, ha menni kell. Igen. Valaki itt a szívkórházas trafiba kopogjon már be, mert most már napok óta ott van reggel, tehát hogy nem történt-e valami baj. Most már minden reggel mondjuk ezt, hogy a szívkórház előtti trafi az ott van. Ja, hogy ott áll, hogy valaki ja, nézze valaki meg, hogy... Nézd már meg, hogy jó hát van. Jó lenne. Jó, nehogy valami baja legyen szegény. Igen. Figyeljetek, a kedvetekért megnéztem, hogy majd ki tudjuk menni, sajnos még a döntőnek az időpontja nincsen fent a 2015-ös Magyar Labdarúgó Liga Kupa döntőre. Na. Jó, hát ugye ez a szegény ember Super Bowl-ja. De még nincsen fent sajnos, jó? Tehát, hogy még egyelőre nem tudjuk. Negyed döntők március 17. Aha. Remélem mindenki írja az első mérkőzés, második mérkőzés április 21, jó? Igen, valaki írt, hogy szuper, itthon is van Super Bowl, tudod, kötőjel Super Bowl-i. Tudod, tehát, hogy itthon is van ilyen egyébként. Jó, mindenképpen, persze. Jó, mindenképpen persze. Legyünk ott, Liga Kupa döntő, jó? Mindenk. Menjetek. Hajrá, ott leszek, illetve pontosabban nem baj, ha nem leszek ott, gyerekek. Tehát, hogy majd csináljátok sok fotót, és akkor mondjátok el, milyen volt. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Emese vagyok. Hello, Emese, honnan hívtál minket? Budapestről. Mit csinálsz?
Hát a kereskedelemben dolgozom, most még nem vagyok bent, délutánra megyek, most itt hagyom, és kezelem a kutyusomat. Mi van vele? A szeme nagyon csúnya, be van gyulladva neki, és azt. És csepegteted? Kened? Nem, borsabbal kezelem neki. Nem szabad csepegtetni neki. Bizarul hangzik, hogy havat öntesz egy kutya. Nekünk sajnos az kell állandóan. Ez nem. Milyen kutya? Staffordshire Terrier. Jaj, de kis tyutyi lehet. Hát jobbulást kívánunk a kutyának. Köszönjük mindenképpen. Szépen. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem abszolút vihető. Na nézzük. Jó, így szól az első kérdés passztartóért. Melyik legendás zenekar ír dalt egy sárga tenger alatt járóról? Kutyával beszélget. Kivel sugdolod? Nem a kutyával. Ki van még ott? Senki, egyedül vagyok. Magad egyedül. Van? Tényleg? Jaj. Igen. Huha. Ki lehet? Azt hiszem a... gyerekek is ezt szeretik tőlük a legjobban valószínűleg, mert rajzfilm is készül belőle. Na? Ott van. Ajaj. Ez a Feri volt. Ja. Hogy ne szólok, hogy... Biklip. Ah, mondom, ott fütyül valaki a háttérben. Hát, valaki fütyült a háttérben. Igen, valaki volt a háttérben. Na, mit csináljuk? Menjünk tovább? Nem, még ezt megnézem. Még ezt megnézed, Jó. Hallgatom. Így szól a második kérdés sapkáért, csálért. Hányadik Star Wars mozifilm kerül legközelebb a mozikban? 9. Eltűntél, nem a telefonban beszélsz, hogy mit csinálsz? De. Most jobb, igen. Nem, még nem. 3, 6, 7. Hogy van? Fiam, ezért megölne. Hát elkapkodtad egy kicsit, elkapkodtad. Hogy jött ki ez a 9? Nem, ugye a következő szívés, hogy 9 vagy 3 lesz, és hogy összesen 9, az is az ezúrót, de hirtelen. A 7. pedig már úgy várják, igen. A 7. így van, hát ugye 6 volt, 3 normál, 4-5-6. A kutyafáját neki. 3 előzmény, az 1-2-3, és most a 4-5-6-nak a folytatás. Az 1-2-3, ami a 4-5-6 volt, ugye? Az. Igen. Az 1-2-3, ami 4-5-6 előzménye. De nem akarnálok ezt zavarni. Ez a Feri, mert neked ez egy hosszú sztori. Igen, ez a 7. a 4-5-6 folytatása. És jövőre kerül a mozikba, de már az első trélerek kín vannak. Idén kerül a mozikba, így van. 2015 őszén így. Ne, úgy értem, én jövőre töltöm majd le az Encore-ról. Igen. Te jövőre mész majd mozikba, de már idén karácsonykor, sőt már az ünnepek előtt, ugye ez moziban lesz. Jól van, na hát, illetve pontosabban nincs jól, pedig ha tudtad, az a bosszantó, hogy tudtad, csak egy kicsit elkapkodtad. Igen, és hát bumozni se tudsz, mert ugye nem a harmadik kérdés után hibáztál. Nem, és nem mondd el a gyerekeknek, ez a megoldás, hazudj nekik. Nem sikerült játszanom, gyerekek. Mondjuk nem jutottál be a játékba, hát ezt nem mondd el, mert nagyon rossz kedvűek lesznek. Jó? Hát nem lesznek a kisfia, mert ő a nagy Star Wars rajongó, meg a párom, de mindegy. Mekkora a kicsi? 9 éves lesz idén, de imádja. Tényleg az 1-2-3-4-5-6 mindegyiket nézi, szereti? Igen, úgy van, a Dice Team sorozatot is nézi. Úgyhogy. És lázban ég, hogy jön a 7. rész. Persze, hajolj már az apjával, már készülnek, hogy mennek. Ki a kedvenc a kicsinek, ugye nem a Jar Jar Binks? De nem, Darth Vader. Jó nyomon van a gyerek. Ez a Jar Jar, szerintem már, na mindegy, igen, az szörnyű. Kis bugyuta. Az igen, a Jar Jar Binks, igen. Hát az nagyon üzletszagú volt, azért hozta, hogy a gyerekeket is behozza, az a Lucas szinte be is vallotta, hogy ez kellett, hogy a gyerekek is megszeressék ezt. És volt már olyan egyébként, hogy nem sikerült jól az ebéd, és feléd nyúlt a gyerek, és azt mondta, hogy ez volt az utolsó tévedése, admirális. Igen, Igen, szoktam. Na jó van, hát akkor ezt, erről mélyen hallgatunk, te is, mi is, jó? Nem is találkoztunk. Köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát igen, ha ezt a gyermek megtudja, akkor ott ebből nem jössz jó ki. Mamát párszor az erő fölemelés. Megrángatja egy kicsit, igen, hogy ez nem lesz jó. Előkeresi a karácsonyra kapott fénykartot és szelettel.
Igen, 49-es főúton Kocsordon baleset, nagy a dugó, és trafi is kint van a falu végén Románia felé. Egy szürke Seat 104 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Csóton a Pápa Teszér felől érkezőket mérik, ezt Arti a futár küldte nekünk, valamint az M3-as Nyíregyháza felé vezető oldalán 42-es körnél torlódás van, átlagsebesség 30 km/h. Mi ez a passztartó, kérdezi valaki? Hát ez nyakba akasztó, ugye? Labdarúgók viszik magukkal rendszeresen meccsekre is. És abban tartják a paszt. Igen. 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És azt nézem, mint a Möri csaja, amilyen rondákat mondott a Berdikről. Azért ez nem túl elegáns. Egyébként, ugye most ismétlik, mert nem sokára pályán a Gyoko Vavrinka, de lekapták a Mörinek a csaját, ahogy nem szép szavakkal illette a cseh fiúdi. Nem én, állítólag a szaksajtóban megjelent, hogy Möri barátőre nem mondott szépeket a Berdihről, igen. Igen. Megküldtem melegebb véghajlat, hogy megérdemeltette hülye kis cseh, és akkor ott hát különböző hírportálokon különböző dolgokat olvasni minden esetre. Pont mutattak róla egy közelit, amikor ő ezt így benyomta. Úgyhogy igen, hát ez nem. Möri magyarázkodott a sajtótájékoztatón utána, hogy hát itt a meccs hevében azért itt elkapja az embert az indulat. A csajod miatt magyarázkodsz, igen, de keményeket mondott. És hát nem is az eszéért vettem el. Igen, M2-esen baleset félpályán, lassan lehet haladni mindkét irányba Szödliget környékén. Aztán egy komondort láttak az M5-ös mellett, pontosan hol, kérdezi valaki, pontosabban Viti, mert hogy keresi az egyik ismerős ezt a komondort. Ha látjuk, akkor bemondjuk. Egy kamion hajtott az árokba az M1-esen a 91-es kilométernél, a leállósában mentik, torlódás nincs, de lassítani kell Ausztria felé, ezt Zoli küldte nekünk. Aztán az M3-os Nyíregyháza felé Havat-Kotornak most az 50-es kilométernél, azért van a sor, hólapáttal gyorsabb lenne, ezt Bazsi küldte nekünk. Aztán trafi a 86-os főút 100-as kilométerénél Pósva belterületén, fehér transporter elbújva a Kőkeresztnél, Geri Golf 5-ös küldte nekünk. Alacskai pihenőnél az M5-ös felé rendőrök mérnek, ez az M0-áson van, Jozsó küldte nekünk, és baleset dugó, valamint rendőri intézkedés az M2-es Göd és Szédliget közötti félpályás részénél, és ráadásul tehát a M2-es és a Szédliget közötti részen félpályás útzárral, ez Wolf küldte nekünk, köszönjük szépen. Én ezt a kutyát nem látom már, nem látom, hogy hol van, ezt lehet, hogy Ákos látott valamit, és ő mondta a hírekben. Igen, de megvan, alacskai pihenőben Kóbor Komondor keresi a gazdáját az M5-ös irányába. Tehát ez az alacskai pihenőnél van ez a kutya. Ha valakinek az ismerőse pont arra felé hiányol, akkor ott keresse. Mert hogy ott van. Bali Gyoko Vavrinka, ott alapján egyértelmű, hát tudsz valamit. Fogadtál? Még nem. Nem? Nem fogadtál? Nem. Hát, nem, nehéz. Még mindig meg most gyakorlatilag nagyon alacsony ócok vannak, Vavrinkára meg nagyon magas. Én nem hiszek Vavrinkában. Hát nem egy kis reckírozás, kis kockáztatás, fölteszel egy kis pénzt, ha mégis bejön, akkor meg ez már, vagy. Tudod, ez már sokszor megtörtént. Tudom. Egy kis kockáztatás, Jani, egy kis kockáztatás, most biztos be fog jönni, nem? De tényleg 500 forintokba fogadsz meg 1000 forintot. Hát, vagy még kevesebb. Vagy még kevesebb. Persze, de tényleg csak azért a játékedvéért. Tehát, hogy ez nem is szabad egyébként másképp. Tehát, hogy nem. Neki az 500 forint is olyan veszteség, mintha 5 millió lenne. Ha meglátjuk, gyerekek, szerintem Vavrinkát. Én vállalom Vavrinkát. Szerintem, ha jó formában behúzhatja. Nem lesz könnyű meccs, de behúzhatja. Én neki fogadok. Vagy ráfogadnék. Na, gyerekek, a hét híre, hát próbáljuk megfejteni, hogy történhetett. Ritkán foglalkozunk ilyen kényes témákkal, de... Azt akarod mondani, hogy ez a heti hír zuhatag csúcspontja? Ez a koktélcseresznye a tejszínhab tetején? Ez a gesztenyepürén, a tejszínhab, a tejberizsen, a megybefőt, a nagymamán, a... Ez az a pillanat, amikor a szatén szalvétával megtörlöm a számat, leteszem, és elégedetten hátradőlök egy fantasztikus vacsora végén? Ez az. Pont jó hasonlat. Ez az? Ez pont az. Nagyon igen. Kíváncsi vagyok rám. Gyomor forgató látvány és szakfogadta a távolsági buszsofőrjét vasárnap délelőtt. Hozta le egyébként ezt a szaksajtó. Szegedről Csongrádra érkező járat egyik ülésére valaki elvégezte azt a kis feladatot, amit ugye hát nem a
buszon, és nem inkább, leginkább nem az ülésen szoktunk elvégezni. Már érzem a koktélt. De várj, ez kis feladatot, vagy nagy feladatot végzett el, mert kicsit... Nagyot. Micsoda koktél cserkó a De várjál, a hír egyébként tényleg döbbenetes, és szedjük apró darabokra, mert hogy a Délalföldi Közlekedési Központ ZRT adta ki ezt a hírt, mert hogy állításuk szerint még ők se nagyon tapasztaltak ilyet, és hogy ez valóban nem történt tettenérés, de hogy ez állításuk szerint mindennek az alja, és hogy nehéz bárkit is felelősségre vonni, viszont nem értik, hogy a dolog hogy történhetett. És hát időzzünk el egy pillanatot azért ezen az ügyön, hogy ez valójában de miféle ez... szemérmetlenség kell ahhoz, és gátlástalanság, hogy azért azt te megcsináld egy volánbusz hátsó ülésén, hogy leraksz oda egy zilbelsőt. De ez most csak egy ilyen szemtelen közlemény volt, amit ők kiadtak, és elküldtek a különböző hírportáloknak, meg mindenféle ilyen hírekkel dílelő szervezeteknek, vagy pedig kiállt a pulpitoshoz a szóvivő, és azt mondta, hogy leszarnak minket az utasok. Tehát, hogy egy ilyen érzelemtől túlfűtött, és kikérem magamnak, és kicsit csalódottak vagyunk, mert mi mindent megteszünk. Szerintem ez az elrettentés, illetve, hogy tudják, hogy nekik milyen nehéz a dolguk. Tehát, hogy nem könnyű azért egy buszsofőrnek, amikor összeszedi a tejfölös dobozt, a reklámszatyrokat, meg néhány otthagyott sálat, Bizony. Hogy azért közben egyébként mivel kell szembesülni egy buszsofőrnek. Beáll a remízbe, ez volt a nap utolsó fuvarja, hátra megy, veszi a kis kalapját, veszi a kis táskát, fütyörészve már gondolja, hogy mindjárt otthon van a családja, megöleli a feleséget, megcsókolja a gyereket, hogy visz nekik ajándékot, leül, tévézik, kinyit egy sört, hátra megy a székek között, néz balra, néz jobbra, és egyszer csak ott van előtte. Van még egy utas Egy mosolygós kupac. Bennem ilyenkor nagyon sok kérdés van, de hál' Isten nem csak ezen hírek kapcsán, hanem mindig elkezdek gondolkodni. De most, ha ez a hír, akkor kezdjünk el itt gondolkodni egy kicsit, hogy ez mégis hogy történik? Tehát ül valaki egyszer csak melletted, aki elkezd furán fészkelődni. Te ülsz mellette, és megkérdezed, hogy mi a baj. Tudok-e segíteni valamiben? És azt mondja, hogy hát aranyom, az a baj, hogy nagy baj lesz, ha nem szállunk le. Emberek vagyunk, mindannyian jártunk már így, hogy nem értünk oda időben, vagy csak éppen hogy, ugye? Ki odaért, ki nem. Ne tessék nekem ilyet mondani, családos ember vagyok, de köszönöm az érdeklődést. Majd látod, hogy az utas melletted elkezd nagyon fészkelődni, kinéz, nézelődik, egyre hevesebben izzad, néha egy picit nyög, de érzed már, hogy tényleg nagy baj lesz. Majd a következő pillanatban használhatod, hogy felgúgol az ülésre. Hát vagy elkezd levetkőzni, és menetiránynak háttal fogja a szék támláját. Felmászik az ülésre, és azt mondja, hogy bocsásson meg aranyom, nem tudok tovább várni. Szóval, hogy ez mégis hogy zajlik. Anélkül nyilván, hogy mi most nagyon cizelláltan elemezném magát a végterméket, a dolog nem erről szól, csak képzeljük el a technikai részét. A technikai részét. Vagy ha csak kevesebben utaznak a buszon, teszed mindezt úgy, hogy ne vegyék észre, vagy van az az adott pont, ahol már azt ahol gondolod, hogy... kötkürtet, hogy mindenki átra néz. Nem, hát mindannyian jártunk már úgy, hogy mindegy, hogy csak hogy érjél oda. Oda a méltóságod, oda bármit, már tök mindegy, hogy ki mit gondol, csak hagyd szálljál le a buszról, hagyd szálljál le a metróról. Hadd szálljál ki az autódból, csak hagyj érjél oda. Nem? Tehát van az a pillanat az ember életében, amikor ott hagyod a méltóságodat, és már nem érdekel, hogy ki mit gondol. Itt csodálkozol, hogy befelé trüffel, kifelé trüffel. Nem, most pont nem ezeket a hasonlatokat akarom hozni, hanem csak elképzelni a szituációkat. A technikai részét, hogy itt vajon te elnézést kérsz előtte? Vagy teszed mindezt titokban egyébként? Vagy ha te hátul ülsz, akkor egyszer csak azt látod, hogy valaki elkezd feltámaszkodni a támlára menetiránynak, háttal nagyon kapaszkodik, és te ugye látod az arcát. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a következő megálló a székes. Mennyi még? A horosázat! Tehát, hogy a fenébe zajlik ez? Ugye, mert ott van maga a szemérem, meg ott van a szégyenlőség, meg ott van a gátlásosság, hogy vagy itt nincs, vagy egy tényleg egyébként teljesen hétköznapi utas, halálosan kényelmetlen helyzetben már nem tudott mit csinálni. Tehát akkor odamész és térdre esel a busofőr előtt, vagy egyszerűen késztények kell leállítani, hogy jó napot kívánok, nagyon nagy probléma lesz itt hátul az egyik ülésen, hogyha nem tetszik megállni, és nem szállhatok le. De hogy megzsarolod a buszsofőrt, hogy kvázi vagy oda teszel egy zilbelsőt, vagy álljon meg. Jó, mondjuk abban az esetben azért valljuk őszintén, hogyha mondjuk ez az ember rendszeresen utazott ezen a távon, és tudta, hogy most kilométerekig csak a puszta lesz mellettük, és sehol egy bokor, sehol egy fal, képzeljétek már el a szituációt, hogy megállnak, ő elmegy, elfárad, háttal legúgva, igen, és most mindenki nézzen ki balra, és most jövő. Érted, ő megcsinálja jobbra, tehát ez is hogy? Igen, nő vagy férfi? Tehát ki csinálja inkább ilyet? Remélem férfi. Na most én bízom benne, hogy egy kicsit nő. Ha technikailag gondolkodsz, mert akkor... Mert ha nő, nagyon bátor. Ha technikailag gondolkodsz, nőként egyszerűbb megoldani, ha szoknyában vagy. Férfiként le kell tolni a nadrágot.
De várj, képzeld el magad utasként, hogy azt látod, hogy egy férfi ül kettővel előtted és elkezdi letolni a nadrágját. Ott azért felsikoltasz fel. Uram, uram, gondolja meg! Van még három percünk, tartson ki! Ugye? Vagy te a utas vagy, és nem te... Nem mondasz neki semmit, hát fel sem fogod. Tehát, hogy nem biztos, hogy nem gondolsz arra, hogy ő most azt fogja csinálni. Szerintem igen, nem jut eszedbe. Nem. Valószínűleg nem arra gondolsz, hanem, hogy keres valamit, szorítja az ő, leveszi, de amikor ő már letolja a nadrágát, és visszakuporodik a székre. Uh-huh. De hova jut, nem ülhetett vissza? Neki át kellett ülni egy másik ülésre. Nem arra gondolok, hogy utána visszaül, hanem, hogy fel kellett kuporodni a székre. Nem, visszaül melléd. Ahonnan felállt. Tehát, hogy, és ugye ott van az a kérdés, hogy azért... Ha így már jobb. és megtörje a verítékes homlokán. Most rutinos vagy, akkor előre fel kell mérned, hogy ugye azért van-e papír. Egyáltalán az ilyen típusú ember, aki semmiféle szemérmesség nincsen, és semmiféle gátlás felméri. A busztársaság egyébként nyilatkozott, hogy úri emberünk, vagy a hölgy megoldotta, mert hogy a volán buszon voltak függöny. Aha. És abba törölközött. Függönyöm. Szóval, hogy hol van az emberi gátlás, vagy az emberi szemérmesség határa? Van-e egyáltalán, vagy különbözünk-e mi az állattól? Mert nézd, egy állat csinál. Oldalát, szóval, hogy... Volt igényre, hogy kitörölj. Aha. Nem akarok nagyon filozofálgatni, de azért, hogy ennyi gátlástalanság állatokban van, nem? Ő rájön, megcsinálja. De várjál, mert azért mi emberek vagyunk. A függöny nem is ér le az ülésig. Azt le kellett szedni. Azt fel. Vagy, várjál, leszeded. Vagy. Felállsz hozzá. Ne. Mutatom. Oké, nézzük meg ezt a buszvezető perspektívával, aki vezet. Nyomja a gombot, csukja az ajtót, belenéz a visszapillantóba, és azt látja, hogy egy ember pucsít az ülésen, és pipiskedve próbál felkapaszkodni a függönyig, hogy odaérjen a függöny, ha nem húzza le. Az meg van, egy ember áll letoltgatjával, és áll az ülésen, és mondod, hogy uram, üljön, mert nem látok, és a következő pillanatban látod, hogy lecsatolja a függöny. Jézusom! Tehát, hogy ez hogy történik? Hát nem lehet, szólt vajon a többi utas? Nem lehet, hogy ez már az utolsó csepp volt a pohárban, idézőjelben. De mi berágott, hogy emelkedett a bérletára? Nem, ez már korábban is előfordult, és hát lehet, hogy egy ismerős tag volt az, és akkor a buszsofőr belenézett a visszapőt, és akkor Tomika, még egyszer beletörlöd akar! Jó, tessék, én utazom buszon, volánbuszon. Jó, nem. Jaj, de örülök, hogy te vagy a példa. Ne, igen, nagyon elhont legyen. Nem jön meg a kedvem. Ülök bal három ablak mellett. Felszáll ez a gyanútlan ember, illetve én vagyok. Legyen mondjuk zsűr. Leül mellém. És te, mint utas, egyszer csak azt látod, hogy elkezdi a procedúrát. Mit csinál? Rászólsz? A procedúra. De mit szólsz, hogy uram, legyen szíves... Ne végezz el a dolgát, de akkor már csak akkor tudsz rászólni, hát, amikor már történik hát a dolog. Csak látod, nem, hogy de övet kilazít ki. De mit mondasz? De lehet, hogy mit tudom én, mert melege van, vagy valami. Igen, rászólsz, hogy uram, kérem, ne gitteljen ide. Amikor nem látod meg a nadrágot. Hát ugye, ha melletted ül valaki, és letolja a nadrágot, és fölkuporodik az ülésre mellé, ott már, nem, tényleg nem de szólt. De hogy jössz ki, ha belül vagy? Ott már nem nincs melegvés. Lelököm az ízé a folyosóra. Föllöksz egy embert. Nyilván rászólsz. Ő meg oda? Hát szerintem nem egy egyszerű élethelyzet. Hát persze. Igen, értelemszerűen az én olvasatom abszolút a volánbusza hibás. A fenének kell ezekre a buszokra függönyt tenni. Ezek a kívánatos függönyök mindig olyan puha. De tényleg, tehát ha bemész valahol és nincs papír, inkább azt mondod, hogy nem. Köszönöd, nem. Ugye érte, ha nálad nincsen zsebkendő. Hát azok a... Mondjuk én... Szép gicses függönyök, hát a fenének kell függönyt föltenni. Én azért magamtól előbb lezárnám a sztorit, tehát hogy jobban örülnék, ha már elve nem történne meg ez. Most képzeld, már mentek, és akkor egyszer csak megjelenik melletted ugye a delikvens, és kezdetét veszi az incidens azzal, hogy megkérdezi, hogy elnézést, szabad ön mellett ez a hely? És akkor nem leül, már arra használja, mert ő előről jött hátra. Elnézést, szabad ön mellett ez a hely? Ja, hogy persze, már parancsoljon. Ja, hogy már utána. És feltérdel oda melléd, megfogja a karfát, és az anyám! Na hát így csinálta, az... most mutatja a Jani, csináld meg újra. Ja igen, és most tett hozzá azt is, mivel Jani nem túl magas, ezért felguggolva is sem tűnik fel senkinek a hátra, ez csak azt, hogy keserves arcot vár. Mi van, ha menetiránynak háttal volt, és így térdelt föl, hogy fölült, és belekapaszkodott az ülésbe. Jó, de akkor elé csinál, de, nem? De közben megszemezett a többi utas, akinek menetiránynak... Ülés elé. Tessék? Nem tudsz úgy az ülésre pottyantani, mert még ezen a hosszú ülésen is... Valószínűleg akkor menetiránynak megfelelő utomódon. Gyerekek, döbbenet. Tehát azért én sok elképesztő történetet hallottam már az emberről, de azért ez nagyon kemény. Az előző sor, ahogyha mondjuk az a metódus van, amit te mondtál, hogy a menetiránynak ellenkező irányba Google föl, vagy ül föl, vagy áll föl azért a székre, és valaki az előtte lévő sorból hátra nincs. Elnézést, maga szerint a következő csatlakozás, Jézus! Jézus! De figyeljetek, ezt, tehát azt leszögezhetjük, hogy mindenki észrevette a buszon, hogy itt
Így van. Tehát, ha voltak, vagy ha és ott senki nem, és senki nem szólt rá erre az emberre, vagy senki nem szólt a sofőrre. Ha ezen a buszon többen voltak, és valaki oda kucorodik az ülésre, kakilni, senki akkor, nem csinált egy normális selfie. Viszont ha senki nem szólt, ha senki nem szólt, vagyis senki nem vette észre, igen, akkor még egy ember gyanús. Aki, akinek nem szólt volna be senki, a buszvezető. A sofőr. De vajon hátra jött menet közben? Vedd már hátra nyom. Igen, kikötött egy két gumipókkal, tudod. Szóval, hogy, elképesztő. Most nyilván leszámítva azokat a dolgokat, hogyha nem tudta, vagy borzalmas, meg beteg, vagy nem. Tehát most nyilván nem, de hogy most nézzük ennek azért valamennyire a viccesebb oldalát. Szóval, hogy ez megdöbbentő. Hát erre azért nem számítasz. Hogyha mondjuk nem egy mentálisan beteg emberről van szó, hanem egyszerűen csak arról, aki így fejezte ki a haragját, vagy ezt érezte, vagy nem várta meg, vagy dühös volt, vagy nem tudta, azért az megdöbbentő. Nem? Hát nem tudom, hogy van-e olyan helyzet az ételemben. Még azt sem tudom, hogy közlemény. Hát, hogy valószínűleg fölhívják a figyelmet, hogy ez nem egy normális viselkedés. Itt a kérdés inkább az, hogy tényleg miért nem szólsz, hogy álljon meg a busz. Tehát igen, mi kényszerített arra, hogy azt mondta, hogy nem szólok, megyek tovább, és oda teszem az ülésre. Milyen ember az ilyen? Nem lehet tudni, milyen mentalitású emberek ültek a buszon, lehet, még biztatták is. Ja, hajrá! Igen. A másik olvasata a történetnek. Legalább nem itt szenved mellett. Nem, hát az egész, gyerekek, az egész borzasztó. Buszsofőröknek se könnyű. Hát nem? Hát nem egy könnyű hivatás, azért azt gondolod, beülsz, vezetsz, de hogy azért azért egy jóval összetett. Hát reggelőben azért nem így kelt fel, tehát nyilván úgy felt, hogy ez is csak egy eseménytelen kedd lesz aztán. Ez milyen szép kedlet, mi? Szörnyű az, amikor azt érted, hogy még van időd, de nem érsz oda egyébként. Tehát ilyen helyzetben azért mindenki volt. Persze. Nem? Tehát, hogy az egy nagyon szörnyű helyzet, amikor megy a metró, nincs nyilvános vécé, dugóban ülsz, kocsiban ülsz, és tudod, hogy itt a vége. Tehát van egy bizonyos dolog, amikor nincs. Azt a dolgát se ismerjük, tehát, hogy az indítatást. Tehát, hogy érted, hogy lehet, hogy ez egy szerencsétlen volt, akinek tényleg, tehát, hogy úgy érezte, hogy az élete múlik azon, hogy most elvégez a dolgát. Jó, nyilván akkor is elfogadhatatlan, persze, mert szólnia kellett volna a buszsofőrök, de hát lehet, hogy ott valami nagyon hirtelen jött trauma lehetett. Hát most kinek okoz örömet ez? Tehát, hogy azt írja egy hallgató, hogy nem maga az eset felháborító, hogy nem, hanem hogy nem kaptam meg a panaszkönyvet, amikor megjegyeztem, hogy nem találtam papírt. De megoldottad ügyesen a függönnyel. Hát igen. Én egyébként ezeket a szóval, hogy tényleg muszáj róla beszélni, már nem reméljük, hogy nem reggelizik senkire, hogy ezeket a WC használatokat se értem. Tehát egyszerűen vannak olyan állapotok férfi és női WC-ben, amire nincs magyarázat. Az egy földön kívüli találkozás, egy harmadik típusú találkozás, hogy nem érted. Tehát nem érted, hogy bizonyos dolgok hogy kerülnek bizonyos helyekre. Nem volt még nektek ilyen, hogy utána azon gondolkoztatok, hogy na tesó, ezt hogy? Hogy a pizavárban volt az, aminek nem ott kellett volna lenni. Én ilyet láttam. Olyan is volt. Hogy azért azt hogy? Ott hogy? Ugye a piszoárnak van egy csőre, ami kifelé feléd néz, ha szembeállsz vele. Ha arra úgy megfordulsz és rá akarsz kucorodni, akkor ott a pisz, tehát hogy az a csőr az hozzád ér. Uh-huh. Érted? Egy olyan csőr, amit előtte arra használtak férfiak, hogy bele is ijjenek. Itt is ez szükség, nagy úr. Nem tudom, mondat hogy van ekkora úr. Tehát, hogy nehéz ügy. Nagyon de hát kemény. Az emberi találékonyság. Tényleg nagyon kemény. Határtalan. Hogy azon gondolkozik, hogy ha így használja a mosdót, hogy így használja a vécét, mi lehet nála otthon? Tehát mi, hogy nem élhet? Biztos, hogy patika, öcsém, patika. Igen. Azt hiszem máshol jár. Fordítottan arányos a dolog? Igen. Tehát, igen? Simán lehet. Meg mondom, tehát, hogy itt nagyon komoly emberi sorsok, tragédiák lehetnek a háttérben, tehát, hogy ez nem nekik se jó ez. Nekik se jó ez. Na most nyilván nem erről az oldalról közelítjük, teljesen tudatosan, most ha beteg, ahogy nem tudhatjuk, akkor nem így nyilván van. Rajta röhögünk, most elképzeltünk egy hétköznapi ember. Így van. Hogy vajon mi történne, ha te mint utas ezt átéled egyébként, hogy valaki ezt ott elindítja. Hát az most egy szélsőség, hogy ha valaki beteg vagy értelmileg fogyatékos, persze, hát az most nem erről. Nem ezt mondjuk, hanem hogyha egy normális ember, bár idézés, nem tudom, hogy normális ember csinál ilyet, hogy mi van, ha te mint utas ott ülsz, és csak azt látod, hogy valaki ennek úgy neki indul. Én megpróbálom helyrehozni a dolgot. Tehát, hogy mit tudom én lefelé, mert mondom, hogy ezt elviszem magammal, kimosom. Miért? Ne akarja tudni. Sofőr úr. Leesett a szendvicsem. Szaga van.
Hát, jó, most hát mindegy, meg... most azban nem menjünk bele. Nem, hát most nem akkor csak, hogy, ne, hogy olyan nincs, hogy ezt nem veszik észre a többiek. Tételezzük föl, hogy nagy volt a menetcél. Hárman ülnek a buszon, érted? Akkor is jó, meg... de azt mondom, mindegy, nem, persze, nem kell ilyen részletesen. Nem cizelálni akarom a dolgot, csak hogy miért nem vették észre. Értem, és jó, ráadásul a leszállásnál senki nem szólt a sofőrnek. Igen. Buszvezetők írnak egyébként, hogy miket találnak a buszon. Buszvezetek, nyári ruha, nagy darab néni legugol a csuklóban. De döbbenet egyébként, szóval hogy ez egy létező. Igen. Leszállt, és utána hát ő, mint buszvezető hátra ment, és látta, hogy a néni miért gugolt le a csuklóban. Ezt elhiszed? Ezt elhiszed, ember? Szóval ez döbbenet. Te, mint buszvezető, látod, hogy a néni neki vetkőzik. Neki jár, hát legugolt, igen. Atya úristen. A volt feleségem a Mangóban dolgozott, ez egy ruhaüzlet. Záráskor a próbafülkében talált. Nem folytatom, értem. Hogy? Tehát, hogy ott valaki... Hogy? Pedig valószínűleg nagy áruházban van a bolt, ahova el tudsz menni. Nem, ott 20 én... méter volt a WC. Aha. Ja, na így már azért. Mi, ha 50, akkor elfogadható? Jó, de mondjuk vagy ha 100. Nem, figyeljetek, tehát, hogy én azért tudok olyan szituációt, meg én is éltem át olyan szituációt, amikor a 20 az nekem már sok volt. Hát ez mindenkinek van. Tehát, hogy érted, a világ leghosszabb 20 méterre lehet az abban a pillanatban. Tehát ki tudja, érted? Lehet, hogy még örülhetnek is neki, hogy nem fél úton a WC és a fülke között történt meg. A öltöző fülke között a dolog. Lehet, hogy annyi ereje volt már csak a szerencsétlennek, hogy berántotta a függönyt. Egyszerre csak egy ruhát lehet bevenni, tudom! de ha hát is bementél egy próba fülkében. Lehet egyébként. Takarító cégünk van, tudnék mesélni, volt olyan eset többek között, hogy egy vidéki gyárban a férfi mosdó WC-ből egy céges pólót haláztunk ki, mert hogy elfogyott a papír, ezt Bea küldte nekünk. Azért. Igen. Jó, mondjuk az viszonylag könnyen tett elérhető, nem? Béla, azért ennyire nincs meleg. Nagyon-nagyon hajtok most, hogy meglegyen a százalék. Én nem is tudom, mit csinálni buszvezetőként. Nem, hogy mire van feljogosítás. Oda mehet szólni? Nincs idő. Hát vezeted a buszot, félre kell állni. Hát nem nagyon tudsz csinálni már ilyenkor. Hát, hogy öltesz. Nem tudsz nagyon mit csinálni. Atya Isten, nagyon kemény, igen. Mit csinálsz, vagy mit kiabálsz neki? Miközben ott van ugye a többi utas is. Hát aki olyan szinten vagy nincsen szégyenérzete, vagy tényleg hangsúlyozzuk ki, hogy olyan nagy a baj, vagy valószínűleg megállíthatatlan abban a pillanatban. Új Facebook örület lesz, csinálj buszülés a selfie-t, írja valaki. Lehet, hogy nagyon szorított a ruha a próbafülkében. Kaptuk ezt is SMS-en, nagyon elképesztő, egyébként elképesztő. Csodálkozom, hogy egyébként ők ezt kiadták, mint nyilatkozat, hogy erről kinyilatkoznak, hogy ez megtörtént, nem? Tehát ez mind elrettentés. Igen, tájékoztatod az embereket, és megpróbálod fölhívni a figyelmet a magad kis módszereiddel, hogy szerintem ez nem európai viselkedés. Elrettenteni azokat, akik ezen gondolkodnak. Igen, igen. Na jó, hát megfejteni nem tudtuk. Hát jó, de hát mégis csak ez volt a hét híre. Én annyi sztorit tudnék mondani, gyerekek, úristen, hogy én miket láttam ilyen nyilvános WC-ben. Jó, azt hittem, miket csináltam. Egyszer a Békásmegyer Szentendre vonalon, nem erre gondolok. Leletek, hogy történt, én általában menekülő üzemmódban vagyok minden ilyen WC-ben. Tehát bemegyek gyorsan, intézem a dolgom, körben sem ezek, jövök ki. Én sem ebédelek ott. De hogy? Több időt én se töltök ennél, mint hogy az ember beugrik, gyorsan megpróbál rajta túl lenni és kijön. Tehát ezzel azért nem vagy annyira. Én elég sűrűn vagyok, de nem kedvelem annyira ezeket a helyeket. Pedig vannak pozitív kivételek is bőven. Igen, egyszer egy moziszéken. Szintén hasonló. Igen. Na jó van. Jó, nem akarjuk folytatni, de minden esetre döbbenet a téma. Fél tíz múlt pontosan 3 perccel többen kérdezitek, hogy Ricsi ajándéka mikor jön meg. Hát szerintem ezt megvárjuk, míg Ricsi megjön. Már most már percben kell lennie át, hisz egy órája beszéltünk. Igen, hogy ezt jövő héten sorsoljuk. Pontos napot még nem tudunk mondani. Akkor mondunk, ha itt van, és akkor mondjuk előre, hogy melyik nap lesz. Jó, Ricsi, szerintem, hogy hétfőn, kedden elutazik, szerdán megjön. Csütörtök magasságában, péntek magasságában itt lesz a szerkesztőségben, tehát ez vagy jövő hét, vagy a jövő utáni hét, és akkor sorsoljuk is. Jó, egy eredeti Super Bowl labda, és egy sisak, ugye, amit Ricsi ígért, jövő hét végén, vagy jövő hét utáni hét elején tudjuk majd sorsolni. Fél tíz múlt, pontosan 3 perce, jaj, Laci, csak látnám rajta, hogy te ne imádnád ennyire ezt a témát. Még mindig te hír az SMS-eken, persze. A 3/4 nem beolvasható. Fél tíz múlt, pontosan. Neki az év híre.
Fél tíz múlt pontosan 4 perccel jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanata, jó? 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Olyan dologról beszélgettünk, ami egyébként, ha nem vagyunk teljesen álszentek, azért nyilván mindenkit érint, és persze könnyű azt mondani, hogy jaj, hát ez milyen gusztustalan. De közben mindenki volt már hasonló helyzetben, ugye arról beszélgettünk, hogy egy társaság kiadott egy közlemény, miszerint furcsa dolgokat csináltak egy buszon, és buszsofőrök írnak nekünk, hogy tényleg elképesztő esetekkel találkozni. Írnak persze nem buszsofőrök is. Egyszer vártam a liftet anyukám lépcsőházába, kinyílt a liftajtó, és egy nagy furkó nézett velem szemben. Ugye, hogy azért vannak érdekes dolgok. Szoláriumunk van. Írja egy tulajdonos, a kukába és a falra is sikerült. Fiatal lány volt, van kamera, próbára, parfümmel próbált javítani a helyzeten. A falra. Elit lakóparkban lakom. Elit lakópark. Nyílik a lift, ott Google egy pasi. Hogy az nélkül? Jézusom. A mi esetünk vadonatúj étterem nyitás követően megjön a Múmia Tours időzőjeles, 20 óra utazás után rohannak be az öreg urak a WC-be, valaki elnézte az ajtót, és odagittelt a raktárunkba. Jó, hát, men. Vagy már tele volt. Jó, men a nyitásra. Buszvezető vagyok, tényleg elképesztő a történet, de igaz, higgyétek el. Ennél cifrább dolgokat is találok. Havonta például műfogsorokat a buszon zárás után. Hát, ez még... Egy benzinkútra besiettem a mosdóba, belépve láttam, hogy az egyik kamionsofőr a kézmosóba ülve újságolvasást közvetett. Ne. Tehát beülsz a kézmosóba, olvasod az újságot, és vidáman. De nem biztos, hogy azt csinálta. Nem, de leírják, csak én finomítok az SMS-eket. Felült oda, és újságot olvasott, egy kényelmes helyet keresett magának. De legalább az vízöblítéses. Az öblös is, így van. De beülsz a kézmosóba, és még újságot is olvasod. Lehet, hogy onnan... Persze, ahonnan ő jött, ott nyilván ez egyfajta ilyen luxus cikknek számít, ez a fajta kézmosó, vagy ilyesmi. Atya úristen. Na jó, nézzük a nap legjobb pillanatait, jó? Hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Laci számára ezek voltak a legjobb pillanatok. Hát igen, igen, Laci ezeket szereti. Felhívtuk Faragó Ricsit, aki ugye közvetíti majd a Super Bowl-t, és hát sok érdekes dolgot mesélt nekünk. Nem mondom, hogy közelebb jutottunk az amerikai futball megértéséhez, minden esetre magáról a Super Bowl-ról sok mindent tudtunk meg. Ricsi nagy szakértője, szakkommentátora és szaktekintéje az amerikai futballnak, nála jobban tényleg itthon senki nem ért hozzá, és hát nagyon jó kommentátor is, egyébként szórakoztatóan csinálja. Valamint arról beszélgettünk, kora reggel megláttunk egy cikket, miszerint újraindul az énekiskolája, és olyanok is neveznek, akiknek tavaly előtt nem sikerült, és elküldte őket a zsűri, hogy mit csinálsz akkor, ha a gyerek tehetségtelen, megmondod, hagyod, hogy inkább ő jöjjön rá magától, vagy eltanácsolod attól, mondom, egy gyerek énekes akar lenni, 15 éves, még mindig azt hiszi, hogy énekes lesz, és te hallod, hogy baromi rossz hangja igen. van. Vagy gyűlölöd a szomszédokat, és ezért támogatod a lesz a gyereket, hogy majd próbálkozz. Hát, ha elköltöznek. Szóval erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra szépen. Lassan búcsúzunk. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hát nagyon kemény témátok volt. Figyelj! Több is. Szerintem hát ez az utolsó. Ez lehet erről úgy, hogy persze nyilván, azért ez közben mindenkit érint, és azért közben, ha végig hallgattad ez a fél órát, rájössz, hogy basszus, 4 ilyen sztorid van. Vagy láttad, vagy voltál ilyen helyzetben. Erről egyszer-egyszer fél évente egy ilyen történet kapcsán ezt megvitatni, hogy mégis hogy történt úgy, hogy azért az fogyasztható legyen, szerintem ezzel nincs baj. És nem a plasztikus ábrázolásra törekedtünk, hanem magára, hogy történhet meg. Igen, ha most nem közben hallgatóként nem tudod nem elképzelni, hát, tudod, meggondolja a kék elefántra. Hát mivel mindenkiből vált ki reakciót, tetszik, nem tetszik, ez közügy. Ott ülsz utasként, vagy ott vagy buszvezetőként, vagy mellette történik. Szerintem ez csak egy üres busz mellett történik. Tehát, hát vagy beteg volt, vagy mentálisan valami. Nem. Hát van egy ilyen betegség is. Tehát, hogy igen? Igen, nekem a feleségemnek a húga, ismeritek a Viki. De most már. Én mondtam, mint a idegeneknek mondanám a feleségem, de a Viki. Húga szállodában dolgozik, és ő például mondta, hogy Marriott szállodában dolgozott sokáig Londonban, ahol azért azt gondolod, hogy nem azok szállnak meg, akik tényleg mondjuk, nem tudom, felszállnak sokszor egy olyan távolsági buszra, ahol éppen csak megvan a buszjegy, és hát hoznak némi kulturáltságot, és ha olyan állapotban találnak meg szobákat, hogy a tapétán sorminta ként egyébként
Jó, de az lehet, hogy valami. Megfestve. Ott a rockzenekarok szállnak meg. Nem, és teljesen. És a Mötlikrűt látták kijönni abból a szobából. És jól szituált egyébként öltönyös ember bejelentkezik, ott tölt 2 napot, kifizeti a számlát, és amikor fölmennek takarítani, akkor hívják a szálloda menedzsmentjét, hogy De ott egyébként mit csináljunk ezzel a tapétával, mert lemosni nem tudjuk, érted? Szóval simán ebben lehet, hogy ott van valamiféle perverzió. Van, hát, hogy biztos, ez egy betegség is, persze. Gazdag persze. Embereknél szerintem gyakrabban is előfordul már. Tényleg, lehet, hogy a buszos eset is ott lesz majd a YouTube-on nem persze. Sokára. Látnád én, hogy hagyom ott a bükkfűrőt. A buszát sajnos láttam, de... A sor, mint a hozzám képest, az semmi. Na, mi újság van, Csabi? Ezen kívül... Semmi? Egy nagyon-nagyon fontos esemény, az életem egyik legfontosabb eseménye a mai, képzeljétek el. No. Egy ilyen szentimentális történetet fogok elmesélni, készítsétek a papírzsebkendőket. Azt hittem új Tiesto dal bemutató. Egyébként majd lesznek új dalok is, de amikor az én drága feleségem, aki a Laura, én is úgy mondom, mintha nem tudnátok, de tudjátok, a Demeterrel, aki a második gyermekem, terhes lett. Tudjuk. A Balázsnak vannak friss emlékei, hogy ilyenkor a nőknek azért elég sok minden változik, tehát az érzésvilága egy kicsit átalakul. Finoman fogalmazom. Ő előtte nem nagyon rajongott Phil Collinsért, tehát hogy volt, azt kész. És amikor terhes lett, akkor Phil Collins zabálta, tehát hogy mindenhol azt kereste, hogy hol szól, és a szól, akkor persze csorogtak a könnyek, és nem tudom, felhangosította. És most? És aztán történt egy nagyon szép napon, pont január 30-án, hogy megszületett a Demeter, ez volt 7 éve, és ilyenkor az ember persze utána nézte, hogy kikkel született egy napon ez a gyerek. És hát kivel született? Phil Collins. Phil Collins. Nem mondott komolyan. Ezt most képzeld el. Ez egyébként nagyon kemény. És ő a teresség alatt... De most akkor csattam az asztalra, hogy elment a fiú. Ne törődj vele, nálunk ez minden napon. Ritmus érzéke megvan a gyereknek? Nem szeretnék róla rosszat mondani, nagyon jó focista válik majd belőle. És ő az egész terhesség alatt szerette Phil Collins. Most ezt mondd meg. Előtte nem, és Phil előtte Collins születés napján született a gyerek, ez nagyon Pilla. Szép. Ugye? Tudtam, hogy ez neked tetszik. Nem, ez érdekes dolgok ezek. És előtte nem is hallgatta, nem is kedvelte. Nem volt vele semmilyen viszonya. Ha szólt a rádióban, nem kapcsolt el, de nem rajongott. Tehát, hogy nincsenek otthon Phil Collins lemezeink, meg Genesis lemezeink. De érdekes. És azóta sem, tehát azóta persze azért már valószínűleg valamennyit jelent, amikor szól egy Phil Collins, de nem rajong. De abban a 9 hónapban megőrült a Phil Collins. És aztán január 30. Ennyi. És na, és akkor van lesz egy jó kis Phil Collins dal? És akkor ennek hatására természetesen, hogy nem bekerül egy Phil Collins klasszikus, de hát nem ez a zene, amit feltétlenül ajánlani szeretnék nektek. Ez Easy Lover, igen. Sírni, mi? Az az én egyik kedvencem egyébként a Phil Collins-tól. De ha megkérdezed, hogy lesznek remek zenék, akkor mondom, hogy igen. Na, hát látom Kozomboliszt. Ezen kívül lesznek még remek zenék? Nem feltétlenül rá gondoltam. Nem van a gépben, csak mondom, készüljön. Hát, jó. Halott pénz? Az megvan nektek? Persze. A halott pénz? Igen. Vannak rossz befektetéseink, ha erre akarsz. Egyébként úgy hívják, hogy Marsalkó Dávid, ez a rendes neve, egy pécsi fiatalember. Jó. Ő egy rapper, aki egy rapperek általában a szöveget maguk írják, de ő a zenét is 90%-ban, és ráadásul élő zenészekkel dolgozik, tehát nem ilyen alapra rappel mindenféle klubokban, hanem összeszedett magának egy csapatot, akivel így rendszeresen na. Megmutatja. Az jó, na. Az egyébként tényleg jó. És tőle szól majd, a valami van a levegőben. Az jó. Az új Kovászki meg a Vegano, tehát nem játszunk? Még egyelőre nem találkoztam. Annyira jó az adat. Hát, majd eléri, de is nyugodt. Nagyon, nem tudom, én azért kérdezem, nem tudok mindent. Nem lenne baj, ha játszanánk, mert egyébként ráadásul a Mahasz listán a tankcsapda után ők a következő magyar csapat, tehát hogy a Kovának az új albuma az egy hatalmas siker. Jó, nagyon, lenne, ha annyira jó hangulata valami. Van az új Kovászki meg a Vegadalnak. Na, hívjuk a raphallgatóján. Kermon Kft. Ez a baj. Illetve nem baj, csak... Egy kicsit tudatosnak tűnt. Hello! Igen! Igen, de nem volt szép. Ettől Balázs, nem vesznek hello. Több nem tudom mit. Ettől nem ám. Igen. Nem tudom. Hello, hogy hívnak? Nem írtad alá. Hello, Zoli. Hello, Zoli. Hát nincs ajándékcsomag. Sajnálom. Gondolom mennyire. Mindig így veszed föl, vagy na őszintén legalább tudtad, hogy mi vagyunk, és direkt mondtad, hogy akkor egy perc hírnév. Nem, dolgozok, és így kell felvenni. Ja, így kell felvenni, akkor megvan bocsátva. Azt hittem egy ilyen tudatos, na most hívnak a srácok, de én inkább a cég nevet mondom be. Történetet hallunk, de ha így kell felvenni, akkor megértjük. Azért most rongyolj be a főnökhöz, hogy főnök, csináltam reklámot. Igen, ezt most akkor kérdezem. Ha csak nem te vagy a főnök. Igen. Nem én vagyok a főnök. Hát akkor sajnos. Mutasd meg ezt a hanganyagot. Nem kérdezem, hogy mivel foglalkozol, mert úgy viszont már tényleg reklám lenne. Jó, nincs ajándékcsomag, hát nem mondtad, hogy morning show, úgyhogy nem tudunk adni. Sajnálom. Mi is. De köszi, hogy minket hallgatsz. Helyileg hol hallgattok minket?
Budapest. Budapesten. Jó van. Jó munkát nektek. Jó? Sajnálom, hogy így kellett felvenni. Ciao. Hello. Csövi, szia. Hello, hello. Kicsit mindegy is, hogy akkor mit írt meg, úgy viccesebb, ha mondta volna. Csavikám, remek zenék? Ezen kívül? A halott pénz az mindenképpen, és vagyok. Szeretném még megmutatni nektek az utóbbi évek vagy évtized egyik legjobb funk slágerét, amit már Bruno Mars. Igen, ti is rendszeresen játszottok, és ezt elirigyeltem tőletek. Úgyhogy többek között ez is. Tehát a Phil Collins, a Bruno Mars, a halott pénz, lesz itt minden. A Mark Ronson, az egy jó kis dolog, tényleg igen. Nagyon. Mi a recept? Indiai vidékre evezünk. Na! Aki evett nankenyér, az szeretette is, mint vegás. Igen, az egyik legjobb ilyen kísérők. Ők ugye úgy esznek, hogy nem minden esetben használnak evőeszközt, és akkor ezzel a kenyérrel tunkolják ki a dolgokat. Mindenki azt mondja, hogy ehhez kell ez a bizonyos kemence, ami nekik van, de olyat nem építünk, de meg lehet csinálni otthon is, és nagyon-nagyon jó. Például nincs kenyér, vasárnap érted, majd zárva lesz a bolt, csak összedobod a nankenyeret, és milyen jó lesz neked. Ez az egyik része. A zárva van a bolt, de az alapanyagok megvannak. Hát már van otthon egy kis lisztet, jaj, csak van otthon, meg, ami kell hozzá egy pár dolog, kis joghurt, mert az a joghurtos kenyér, és van a másik klasszikus, illetve ez két klasszikus, az egyik a csirke tikka, így nevezik, de ez egy ilyen sütött csirke, gyakorlatilag megvan a tikka masszala. Igen, masszala. Így van, na, mind a hármat meg lehet csinálni, nincs benne idegen anyag, tehát nincs benne se olyan, amit nem lehet beszerezni. Jó? Nagyon csak jó. Mondom, egy kicsit így tágítsuk, a magyarok úgyis szeretik a fűszeres kaját, na ez fűszeres rendesen. Hát az indiaiak azok használnak. Azok igen. De a nankenyér az zseniális. Nagyon most már csak azt csinálok otthon. Tényleg nagyon, nem veszünk nagyon kenyeret. Tradicionális módon egyébként készítik Somogyvároson a Krisna-völgyben. Ott épített kemencékben. Igen, de ha valaki mondjuk, nem tudom, Nyíregyházán lakik, és nem jár most Somogyváron, viszont van neki otthon, így a lapanyagot csinálja meg. Azt kompenzáljon azzal, hogy ganges sarát rak ide a két szemöldöke közé. És utána majd elmegy és megnézi az eredetet. Csak mondom. Na mi van, megszorították Gyokit? Hogy reklám van? Gyokot szorogatják, Vavrinka 4-3, ami nem lenne baj Gyokonak, ha most Gyoko adogatna, de Vavrinka brékelt. És ez nem azt jelenti, hogy bemutatott egy helikoptert a fejedetén. Vagyis 5-3 lehet, mert hogy Vavrinka az első szedben brékelte a Gyokot. Nem baj, az 6 brékelje, kell ez nektek egy kicsit, ti Vavrinkások. Egyébként a Gyokor ez jellemző, hogy az első szedben finom. Elengedi egy kicsit. Sokszor fordító első szedről. Igen, aztán fölébred. Ő az első szedet a legtöbbször egyébként kicsit még úgy átalussza félig meddig. De ha Vavrinka behúzza, akkor 5-3-ra hozhatja. Király. De még messze a vége. Jól van. Na, egy percen pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00, ez a telefonszám, elmondtuk mindent. Szerintem igen. Receptet, mindent, jól van, hallgassátok Csabit, mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.